Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani. Sziasztok. Jó reggelt. Drága hallgatóink, itt vagyunk újra. Mindenki nyomkod, állít. Teker. Teker, kinyom, benyom, és aztán végül elkezdődik a műsor utolsó utáni pillanat. Egyébként, de mi itt vagyunk. De furán szólunk megint. Miért szólunk ilyen furán? Ugye, hogy te is hallottad? Szóval igen, itt történtek dolgok a hétvégén. Hallott te is? Aha. Szerintem kitakarítottak és kihúztak valamit. Igen. Később majd internetünk is lesz. Egyelőre. Csak ne arcoskodjál, az nem biztos. Ja, tényleg. Olyan, mintha nem lenne, olyan, ez most úgy szólunk, mint amikor nem volt kompresszálva az adás. És nem, tehát, hogy ilyen... Aha. Lejárt a szavatosság? Aha, gerjedünk kicsit valami, visszajön, semmi baj. A francba megint le kell tölteni az ingyenes szoftvert. Biztos lejárt. Drága hallgató, kifelé mi megy, azt írjátok meg nekünk, mert az mindig érdekes, hogy kifelé mi megy. Uh-huh. Adás. Jó, adás. SMS. Mi adás? Hangulat, feeling, jó kedv. Igen, mindjárt beállítunk mindent, és akkor elkezdjük. Jó, mert addig nekünk a fülesünkben, úgy képzeljétek el, mondom azoknak, akik esetleg nem tudják, hogy mi ugye fülessel dolgozunk, és a fülesünkben 3-4-6-szor jön vissza, tehát ha te hallasz egy mentőautót az autóban, felhúzod az ablakot, tompán hallod, na most ez olyan, mint a 10 mentőautó lenne letekert ablaknál az autót körül. Tehát körülbelül ez a hasonlat, ahogy mi ezen tökölünk, mert egyébként ez belterjes dolog, de muszáj, mert nekünk nagyon más, hogy szól a fülünk, mint amikor a saját hangunkat halljuk, és ezért kell egy kicsit állítani. Így van, picit olyanok vagyunk, mint Mici Maszkó, csak mondjuk Zsemi Babával, Tigrissel és Bagolyjal is dolgozik együtt, nem csak fülessel. Vagy olyan, amikor 40 éve élsz valakivel, egy nővel, és érted egyik reggel másik nővel. Nem, Feri, korábban még ezzel nem akarok belekonni. Na, azért érted, 40 éve egy nővel. Sétfő, rögtön egy ilyen szomorú témával kezdjük. Na, az de, hogy másikkal ébredsz, ja, és hirtelen azt mondod, hogy tulajdonképpen jó, de nem. Ja, meg ott a kedves édesanyánk is például. Tehát, itt valami fekete kis macskaszerű lény rohangál a stúdióban, azt tudjuk, hogy mi az? A pici kis kutyus. Miért jön be? Tudod, akit a múltkor, hogy hivákoltál, le akartál fogyasztani desszertnek. Ja, tudom, amilyen fotót, hogy ott van. Aha. Igen, itt szaladgál. Technikus kollega kis kutyucskája. Jaj, most mi történik itt körülöttem? Jaj, azt illet érdelt, soha nem szokott ilyen csinálni. Főleg nem egy férfi előtt. Csak miután lehúzta a redőnyt. Igen, a gazdi egy férfi előtt érdel. Jó, állítgatunk, csavargatunk, aztán szépen elindulunk. Jó, de majd megleszünk. Megleszünk. Na, kinek hogy telt a hétvége? Hogy vagytok? Minden rendben? Lement? Jó volt? Kellemes okay. Volt, kellemes volt, tehát egy picit izgultam, hogy a kerti munka nem fog a végére érni, mert hogy majd esni fog, úgyhogy ennek következtében gyakorlatilag a teljes vasárnapunk ráment a kertre, aztán még este 10-kor kimentem, hogy meglocsoljak, hogy a biztonság kedvéért, és most reggel kimentem, és láttam, hogy esett az eső. Igen, kicsit. De mert úgyhogy annyira örültem neki. Én képzeljétek el, hogy nálunk nem annyira, tehát ő csak így szemre kergetett, aztán mondom, pontosan ezért este kimentem, egy jó 1 és 4 órán keresztül locsoltam, mondom, jó, minden kapja meg a megfelelő mennyiségű folyadékot, aztán reggel kivittem a kutyát pipilni, és láttam, hogy esett. Nem mondom, de esett, jó. Igen. Én még nem indítottam el a locsolót, de örömmel konstatáltam, hogy esett. Még a kocsit kellett volna lemosatni ehhez, és akkor pont meg is lettem volna. Ezért feküdtem le éjfélkor. Igen, hát jön a kánikula, úgyhogy... Jön. Most... Nem, tényleg, na, én hiszek a mi telefonomban. Na mondd, én mondom, mi lesz. Hiszem az applikációk mindenható hatalmát, de hogy nem azt mondtuk pénteken, hogy itt hétvégétől és vasárnap. Még vasárnapra mondták azt, hogy tuba időt, vasárnapra mondták. Igen, mondták? Így mondták, ja. igen, mondták, és aztán majd mától ma még középen felhős, és holnaptól indul be igazán. De mondták, azt már lehetett látni pénteken is, hogy szombat nagyon jó, vasárnap viszont. Holnaptól szakadozik, mint egy időzített köptető. Igen. Időzített köptető. Így van. Holnaptól szakadozik, szerdán teljesen felszakad. A csütörtökön meg egy olyan kánikulánk lesz, mint az állat. Jó, tegnap a utolsó nagy hulláma. Hogy mint ha azt mondtuk volna, hogy már a hétvége jó lesz, a szombat az gyönyörű volt, a vasárnap meg ilyen felhős vacak. De ja. Hát ez... azon töprengtem, hogy jót mondtunk-e vagy se, de mindegy is. A lényeg az, hogy mi van
a velencei strandmafia hátterében. Na, hát azt olvastam, hogy lezárták. Mondjátok meg. De mégse zárták le. Most hülye volt a hír, meg aki bemondta pénteken, kedves. A velencei strandmafia. Mert azt mondták nagyon okosan, hogy bezárják a szabad strandokat. De a hír nem így hangzott, hanem hogy a szabad part szakaszokon van baj. Hogy baj van, és bezárják. Hát igen, csak pénteken azt mondták, hogy a szabad strandra nem lehet kimenni. Ezért aztán ugye ott álltak szegény szabad strandosok, akik egyébként biztosítják a WC-t, ami kell, biztosítják a mentőt, a vízimentőt, ami kell egy ilyen üzemeltetéséhez, és ugye várták a vendéget, akik egyébként nem voltak hülyék, szerencsére jöttek, tehát én körbe mentem, nagyon sokan voltak, és van három olyan partszakasz, ahol te elméletileg tudsz fürdeni, de az ehhez kellő feltételek, azok nincsenek biztosítva. Tehát nincs WC, meg nincs vízimentő, és ezeken, de azon kezdtem el gondolkodni, hogy a Balaton szúrt oda, vagy a Tiszató. Azt. Érted, hogy melyikőjük akarta elcsábítani a vendégeket? Vagy a lupa. Igen. De szóval megint ilyen hülyén jött a dolog, hogy nyilván ez egy jó kezdeményezés, mert ott valakinek baja lesz, akkor utána elkezdenek kiabálni az emberek, hogy miért nem volt vízimentő. Tehát, hogy tök oké a dolog, csak hogy megint a tálalás olyan kurtán furcsán sikerült, tudod? Csak most lehet menni, vagy nem lehet menni? Lehet, semmi nincs. Csodálatos a víz, tökéletes a vízminőség, tehát nem azzal van baj, mert ugye az is elindult már az elején az interneten, hogy mert biztos a víz az most akkor mérgező és elporlasz, ha belemész, nem így van, semmi baja nincs a víznek, és az összes hivatalosan kijelölt szabadstrand az működik, de van három olyan partszakasz, ami nem hivatalos szabadstrand, és ott nem lehet fürdeni. Ennyi, csak igazából a hírben az volt az érdekes, hogy elkezdtek ugye gondolkozni mindenki, hogy ki akarja megfúrni a velencei tavat. Az Agár Nostra. De működik, lehet jönni nyugodtan. Kivéve ahova nem, nem? Ahova nem, ezt talán. Igen, kivéve ahol. Kivéve ahol most nem lehet fürdeni. Az három part szakasz. Őrület, mik történnek ott Velencén, ez felfoghatatlan, hogy hát, ez tudod, micsoda szélsebesen száguldott minden Velencén. Milyen őrület és hírek forgatják fel a Velencei lakóközösség életét. És képzeld el, hogy ez ott nagy hír. Ez ott nagy hír, mindenki erről beszélt hétvégén, tehát bárhova mentél, hekkek repültek ki az ablakon, hogy ezt is hiába sütöttem, mert nem jön a vendég. De a vendég az jött szerencsére. De figyelj, mindenkinek az a hír, ami ott van a kis környezetében. Hát hogyne, ami ott történik, igen. Ne, én is izgultam, elolvastam, és ezt fölordítottam, hogy mi csubakkal. Lesz velük? Ugye? Mikor Han Solo-t lefagyasztják. Igen, most Feri meddig nem fog fürdeni, nem lehet a tóba menni. Már büdös lesz kedre. Kérem a telefonszámát ide most az asztalomra. Én is kiabáltam, hogy mi lesz vajon Velencével, mi lesz, de Velence megmenekült, úgyhogy nincs nagy baj. Jön a kánikula, fontos, hogy Viszont, srácok, én nem tudom, hogy van, de ez az M5-ös, ez kezd gyakorlatilag ugyanolyan válni, mint amilyen az M7-es volt korábban, vagy amilyen egyébként az M7-es szokott lenni, mint tudom én, mondjuk péntek történt délután. Hát nem tudom, akárhányszor felmenjünk, lehet, hogy mi vagyunk egyébként nem tudom, az Omen, vagy hát, hogy valami, igen, miattunk van, mi hozzuk meg oda a bajt, állandóan, de akárhányszor felmenjünk az M5-ösre, most a hétvégén előbb ugrottunk Lajos Mizsére, ott van az ország első tanya múzeuma, 1870-ben épült kis lakóházak, nagyon jól néznek ki, a régi tanyacsárda mellett van, mindenki nézze meg, arra jár, mert tényleg nagyon érdemes, de ez most nem annyira fontos. A fontos az, de illetve ez volt a fontosabb, de mindegy, szóval az M5-ösről kezdtem el beszélni, hogy akárhányszor fölmegyünk, mindig. Olyan kocsisor, olyan dugó, olyan, hogy hívják, csődület van, nem? Én nem tudom. És mindenki szembe jön. Hát és ráadásul. És ráadásul mindenki szembe jön, a sok hülye, hát nézd meg. Nem normálisak. Nem normálisak, mindenki mindig szembe megy. Nyári felújítás van, én úgy tudom, az M5-ösön is. Ami nyilván megkérdezi, hogy miért ilyenkor csinálják, mikor csinálják, hanem nyáron, mert ilyenkor köt az aszfalt, de hogy mennek a nyaralók, hazamennek a vendégmunkások ilyenkor, ugye Németországban most adták ki a szabadságot, az valamelyik tartományban, vagy régióban, és ugye a román vendégmunkás az most megy haza, úgyhogy te pont ebbe futottál bele. Figyeljetek, ez elképesztő, tényleg, de mint hogyha valami a határátkelő helyen lenne, ott az Inárcsi pihenőhely, az olyan, mint egy ilyen, nem tudom, mint hogyha valamelyik a déli határunkon valamelyik ilyen kis, nem is kis. Miért nem mentek a sima ötösön? Hát, jogos, most olyan utakat próbáltunk kérni, hogy gyerek is ezen, de jó, ilyen utakon nem is nagyon szoktunk menni, de szép, de jó. Ez volt az autópálya? Nem, ez már az elkerül. Ja, ez nem az autópálya. De miért keresünk szombathelyen? Kecskemétre akartunk menni. Na mindegy, szóval, hát egy rémálom. Még az volt a szerencsém, mondom, hogy innen le tudtunk borítani egy kicsit jobbra, és aztán onnantól kezdve már nem volt probléma, de mondom, így 20-szal.
Ova, hogy lássál mindent, tudod, ez azért van. Nem, valószínűleg tényleg ott a vendégmunkások, török munkás, német, rajtunk keresztül megy át, tranzitország vagyunk, átmennek, máshonnan jönnek, és mennek hazafelé. Velencén van egy idegenbe szakadt hazánk fia, aki minden nyáron visszajön, családdal együtt, és pont most mondtam, hogy ilyen, mi az, hogy ilyen későn jöttetek, és hogy ott föl van osztva, ahogy tartományunként mennek el nyaralni. Tehát ne az legyen, hogy mindenki augusztus 1-én szétspriccel, ott az iskola is úgy van, hogy van, aki már júniusban nem megy iskolába, de júliusban már visszajön, van, aki júliusban nem megy, és augusztusban, és ugyanígy adják ki a szabadságokat. Tehát ez olyan, mintha azt mondanád, hogy Csongrád és Békés megyében minden egyes tanuló és dolgozó július 1-től július 30-ig van szabadságon, de Győr-Moson-Sopron meg augusztus 1-től de augusztus 30-ig. De nem ám siki össze-vissza. És mi van, mondjuk augusztusban akarom, nem akkor nem megyek? Akkor te nem mész szabadságra. Azt is megmondják, mert a szabadság arról szól, hogy akkor veszem ki, amikor akarom. Nem? Azt is megmondják, hogy mikor vehetem? Így van. És akkor az egész tartomány pihen, nem járnak iskolába a srácok, de a másik tartomány meg... Ezt nevezik demokráciának? Hát figyelj, abból a szempontból tök normális, hogy A, nem áll le az egész ország egyszerre, B, mondjuk nincs tumultus a nyaraló helyeken. Tehát a Balaton érted beosztva dübörögne egész nyáron. Figyelj, nagyon jó. Ebből a szempontból nem rossz, abból a szempontból meg a Balázsnak igazam, hogy nem mondják már meg, hogy én mikor megyek Szabira. Uh-huh. Hát nem mondják már meg, nem? Hát a Szabi lényeg az ez. Hát nem, ez nagyon komor. Fehér, megy. Mondjuk, hogy hívják a szabadságra, felkészül Békés. Így van, Békés, és akkor egyszer csak valamelyik megyére pedig januárban kerül sor. Hát ők most jártak. Érted. Na, megnézzük, hogy milyen foglalkoztunk pénteken. Jó, megismételjük. Jó. Itt volt velünk Soma, ami drága bűvészünk, Hajnóci Sománk, akit mindig nagyon-nagyon szeretettel hallgatunk, nagyon jól beszél. Hozott egy-két trükköt, és a Riminiben rendezett bűvész világbajnokságról mesélt nekünk kicsit, hogy mi történt vele. Ő ugye ezen nem indult, ő már mint szakmai zsűri volt ott, viszont nem is akármilyen szakmai zsűriként egyébként, és azért hozott egy-két trükköt, amit megmutatott nekünk. Szemünk szállt, lát. Mi az azok, akik szemből nézték meg, akik oldalról, azok látták, hogy mi. Igen, hát oldalról sose jó nézni egy művész trükköt, feltettük a Facebookra is. Úgyhogy megmutatjuk, mi történt velünk pénteken. A Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. 6 óra után vagyunk 28 perccel. Ja, öcsém, ez még most is ütött. A vetyárját, hát ez milyen. Milyen menő kis ismétlés volt ez, igen, Hajnóci Somával. Na, felálltál? Gépileg? Hát, eltente még háromszor. Állsz keményen? Jól. Miért fogod azt a laptopot? Nincs ezt költözöm? Ne érnek. Miért ez nem a te laptopod? Nem rendelt magának egy laptopot. Nagyon menő. Nagyon menő. 90-es évek elejére. Na, nézzük, mit érnek a hallgatóink ilyen korán reggel, ki van velünk, ki ébred velünk, ki van már itt, ki az, aki esetleg üzen nekünk. Fót és Magyarod között felborult egy kis busz, ebben a pillanatban buszos Némó küldte nekünk, szegények. Azt mondja, hogy... Nézem, még csak nem jelölgettem, mert annyira belemerültem saját magunkba, hogy egyszerűen elfelejtettem jelölni az SMS-eket. M5-ös Balkán Transit, ezt írják, mindig ez van nyáron, ha van felújítás, ha nincs. Marcsi Inácsról küldte nekünk. A sima 5-ös nagyon rossz állapotban van. Egyébként igen, én szombat délután mentem a nulláson, és olyan dugóba keveredtem, és addig nem keveredtünk ki a dugóból, amíg az 5-ös lehajtót el nem hagytuk. Tehát, hogy ilyen, mint amikor Balatonra mennek az emberek a 7-esen reggel. Szóval elképesztő volt, és az már szombat délután volt. Azt mondja, hogy Jani mindig csak az M6-ot használt, bárhol mész. Jó cikk, nekünk. Köszönjük. Módosítjuk az úti céljainkat, és akkor tényleg csak az M6. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Balassagyarmat, Aszód útvonalon vizes az útburkolat, de jól járható. Lupó Papa küldte nekünk, és az M3-as autópálya 158-as kilométerénél őz van az úton. Sajók kazai elágazásnál van egy trafink, ez a 26-oson van, és Dózsa tököli kereszteződésében sárgán villognak a lámpák. Na, jól van. Hát akkor álljunk neki a ma reggelnek, jó? Lehet jelentkezni játékra, múlt hetet hoztuk, végül is 4-1-re. Uh-huh. Ugye elég szépen? Nagyon szépen. Nagyon szépen, de ez nem baj, mert hogy újra lehet próbálkozni, teljes hetünk van, úgyhogy bárki tud játékra jelentkezni. Mi meghallgatjuk Ákost, aztán jövünk a hírek után. 6 óra után vagyunk, 49 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Jaj, de elállítottam itt dolgokat, gyerekek. Azt mondja, hogy nézzük, mit írnak a hallgatóink. 26-os út, Sajó, Babonyi kereszteződésben drága fotók készülnek. Nem jó hír.
Aztán Szomoly ahhoz közelebb és Mezőkövest közötti birkák és vagy kutya és vagy juhász lehetnek az út szélén, plusz esik az eső. Így kéretik vigyázni. Atya Isten, amíg nem látod, érted, hogy mi lehet az. Székesfehérvár és Kisbér között baleset, egy személyautó feje lefelé az árokban. Már kint vannak a tűzoltók. Félpályás utcáron ez Gézu küldte nekünk. Na jó, ennyit egyelőre a közlekedési hírekről. Most már tényleg foglalkozzunk komolyabb dolgokkal. Például a fekete férigen nem. Bizonyám, most már foglalkozunk tényleg, mert hogy elszánt játékosaink hada várja, hogy végre játszhassunk, és 4-1 lett a múltkor. Ez a múlt heti. Ugye? Igen, 4-1. 4-1 lett. És most szeretnének újabb szeget a koporsójukba. Újabb csapásokat szeretnének magukra, azt gondolod? Na megnézzük ki a játékosunk a héten először. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, Marci vagyok, szervusztok, gyalászkodó ez a kacaj. Ugye? Marci? Vagy Marci? Marci értettem, mondom, Marcinek picit erős. 100 Marcinak is ilyen hangja volt egyébként. 100 Marci. De már megnőtt. Már meg. 100 Marci, 100 Marci. Márton lett. Már nem nyilatkozik, Szász Marci. Nem, hát nem, figyelj, nem, mindenkinek elege lett volna ebből, hogy téged kikiáltanak, csoda gyereknek, visznek mindenhova, állandóan mindenki téged zaklat, én tökre megértem a sajátot. De most már ő csoda felnőtt? Igen. Hát vagy csak egy sima szeretne lenni, az viszont annál inkább. Igen, Marci, te mivel foglalkozol? Én takarító vagyok. Hol? Irodaházokat, lakásokat, úgymond szabadúszó. Szabadúszó. Beszéltünk már valamikor? Hogy ne, 2 évvel ezelőtt karácsonykor. Ja, tényleg. De a persze, ez annyira jó volt, hogy elintó, ja, tényleg. Most, hogy mondod. Hát, ahogy te mondtad a perszét. Hát persze, hát 2 évvel ezelőtt. Nem, mert nekem rémlik a hangod, azért kérdezem. És akkor mit csináltunk? A Feri elengedte nekem. Ó, pedig kérted, hogy ne engedj. Sose szeretik, ha elengedem, de... Nem, annyira jó fejek voltatok, hogy tényleg úgy belehúztátok egy, hogy egyáltalán megkapjam. De mit engedett el? Már megjavítom. Mit engedett el? Úriember volt a Feri, és maximálisan rajta volt a projekten, hogy megnyerjem. A játék, a fekete férigen nem? Hát karácsony előtt, tudod, akkor karácsony előtt pont az volt, hogy akkor már nyertük az egész évet, emlékezetek vissza, és a végén nagyon kedvesek voltunk, majd valaki... Nagyon okosan azt mondta az utolsó játékra, hogy aki azt viszi, az az univerzum királya. Itt buktuk el az élet. És veled buktuk el? Nem. Ja, azt hittem, hanem te volt nem. Játékos. Nem. Csak jó szívek voltunk. Nem ismertem volna akkor jelentkezni. Megszottyosodott a kérgés szívünk akkor, mert hogy már közel volt a szenteste. És az mindannyiunkat keményen érint. Bizony. Kivel szeretné játszani? Perivel. Így legyen. Nagyon jó. Indítjuk az órát akkor, jó? Rendben. Mehetünk? Igen. Na, akkor 3-2-1, és tessék. Tudtad, hogy laktam Érden, Marci? Hát erre azt kell mondjanom, hogy még... Várom. Várom, várj, át kell fogalmazni. Én várom. Igen. Te is várod? Igen, és hát többször is kimondtad, hogy igen, de mind a ketten marhára vártuk, sőt, szerintem még egy picit a Jani is. Én nagyon várom. Ez ott volt. Hogy egy picit érezhető volt rajta egyfajta, de tényleg csak egy nagyon picit indiszponáltság. Igen. A tavaly karácsonyt vissza kellett adjam. Anna úgy le fog teszni magába. Nem olyan. Nem olyan, Anna nem szokott. Az élet megkeményítette. Találkozott meg különben is. Finom, hogy megdorgál meg. De egyébként miért kellett neked azt mondani, hogy Érden laktál? Onnan a fenéből szedted ezt? Ez egyébként igaz, hogy miért kellett ezt megkérdezzem. Szemétrákot. Mekkora rohadék vagyok, komolyan. Én mivel így eszembe jutott, hogy laktam ott egy 3 évet. És mondom, megkérdezem, hogy meséltem-e már róla adásban, tehát neked tudomásod van-e róla. Egyébként tényleg nem beszéltél róla adásban. Sarokba szorítottalak ezzel, ne haragudj, Marci. Igen, ilyen durván kezdeni egy hétfőt, szégyellem magam. Fúj, egy szemét briganti vagy. Nem, király vagy. Egyébként nézted a vasárnapi újságot?
mennyi fős van benne? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 féle fős van benne. Micsoda? A vasárnapi blikben. Ja, fröccs! Fröccs! Ja, én mást értettem. Aha, ezt akartad kérdezni, a fröccsökről kellett volna beszéljünk. Hosszú lépés, nem, házmester, viceházmester, ilyen. Nem. Egyébként a permet az nekem nagyon tetszik. Amikor elfröccsentesz 9 deci bor fölött. Igen, szódával. Nagyon érdekes. Ez a permet. Az a permet? Fölötte így. Igen, túszt és az a permet. Nagyon érdekes. Én más néven Krudi fröccs. Ez a kettő neve van neki. Erről tudnánk órákat beszélgetni, mert eléggé otthonosan mozgom a témában. Elég lett volna egy perc. Jó, de az érdel beszivattál ennyi. Igen, előhúztál Jolly Jokert, a medve ölőt. Mindig ez, hogyha nyerni akarok, mindig ezzel kell. Tudtad, hogy laktam Érden? Igen. Úristen, ezt fel fogom írni a falra. Jaj, de csúnya voltál. Igen, írják, hogy Marci 2 éve játszott, de az univerzumos buli, az tavaly volt, tényleg igazatok van. Tényleg, igazatok van. Igen. Mi emlékszik rá, hogy 2 éve játszottam? Én a hangodra. Ja. Ezt mondjuk tényleg, igen, ha egyszer elmagyarázod. Még a Skype-om sincs megnyitva, tehát nem beszéltem annál. Én megismer, akivel egyszer játszottam, 10-ben 8-on megmondom, hogy nem játszottunk-e már valamikor. Hangmemóriám van. Nem tudom, hogy. Megőrül. Nem tudom, hogy tényleg egy nem tudom, hogy. Egy kis magnó van oda bent, ami fölvesz mindenkit. A volt játékos, akivel újra játszunk, az elmúlt 3 évből nagyjából meg tudom mondani, hogy játszottam. Már hallottam a hangját. Nem tudom, hogy ez milyen képesség. És a közértes néni is benne van ebben a vásáros? Csak a fülembe hallom a hangját, akkor megmondom, hogy játszol. Akitől megkérdezem, általában azt mondja, igen. Így van, tényleg. Mert neked senki nem tud nemet mondani, tudod. Igen, soha nem játszottad, játszottuk, mert persze. Hányszor játszottuk, hányszor akarod, barát. Amit akarsz. Halljátok, az egész beszélgetés olyan, mint egy bakelit lemezen szól, nem? Igen. Jugoton. De a Jugoton az nem jó, mert az jó minőséget nyomott. Ja, mondjuk az is így. Pepita. Úgy lehetség, megőrülök. Macsikám, nincs ajándékcsomag, köszi. Én is, szerbusztok. Csókodja. Kucilunk, vigyázz magadra. Hát akkor viszont... Egy nulla! Gyerekek. Jár az jár. Bizony. Elhúztunk. Ha, durva összecsapás volt. Fényem, mire kigyúrtam a kérdést. Hallod, de ez hatalmas. Az érd. Hát, hogy ez hatalmas tényleg honnan. Igen. Na jó van, 1-0 akkor, jó? 4 perc van pontosan 7 óra. Ha itt vagytok velünk, vannak friss közlekedési hírek, akkor küldjétek el nekünk, mi pedig jövünk Ákos híre után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 8 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Halló! Ja, ja. Meg akartam szólítani a hallgatót, adás. Jó napot kívánok! Tessék varancsolni! Azért szeretnék érdeklődni, lehet még fekre félige nemre jön? Elromlott a rotációs kapa, szeretném megcsináltatni. Nem tudom, miért mondom ezt, hogy hallok. Kéne tekercselni. Igen, meg csináltnánk egy hallgatói fél órát, nem? Egyébként tényleg mindenki hívjon fel minket a problémáival, nem biztos, hogy tudunk segíteni, de meghallgatjuk. Kicsit ilyen szilágy is lennek. Rendelünk. Halló, itt vagyok. Egy héten egyszer egy fél órát elszállhatnánk erre, hogy mindenki betelefonál, és elmondja, mi a problémája, és megpróbáljuk megbeszélni, igen, tanácsot adni, nem? Most például az egyik kedves hallgatónk jelezte nekünk, hogy szívesen hallgatna egy jó beszélgetést az Orpington tyúkokról. Én meg is néztem. Utána jártam a dolognak. Igen, ez egy nagy testű angol tyúkfajta, amelyet a 19. század végén az Orpingtonban élő William Cook tenyésztett ki. Mm-hmm. Szerintem szánhat ránk rá egy negyed órát. Jó, nem? Dumálgassunk róla. Szép, ilyen kis gömbölyre. És a magyar Orpington rajongókra itt nagyon biztos, számít a szerve negyed biztos, órában. Biztos, hogy Magyarországon van egy Orpington rajongói klub. Mit tudom, minden hét pénteken az lenne a rovat 9-től fél 10-ig, hogy hallgatói telefonálók lennének, és elmondják, hogy mi a bajuk, miben tudnánk segíteni, miben kérik a véleményünket, párkapcsolati tanács, élet, munkahely, az élet nagy kérdései, mi pedig megpróbálnánk ezeket a kérdéseket megválaszolni. Nem foglalkoznánk politikával, de közéleti kérdések lehetnének, bármi, ami a hallgatót érinti. Betelfen, és azt mondja, figyelj, Feri, én tőled szeretnék tárcsot kérni, hogy Jani, én azt szeretném kérni, hogy mi a véleményed arról, készülök válni, szerintetek hogy csinál, mit tudom én, és elmondanánk, hogy mi mit gondolunk erről. És beszélgetnénk a hallgatóval fél órát. Nem? Balázs, mondja Katika, a nagy lábújamon a jobb, a köröm annyira be van nőve, hogy megőrülök tőle. Mit tudom? Én bírnám. Esetleg valamit tanácsolni.
Hát a nagy álmod volt, hogyha mi mind a ketten elalszunk, akkor csinálhass egyszer egy ilyen órát. De ezt várom, hogy végre egyszer ne gyertek be mind a ketten, de mindig itt vagytok. Hát, hónap reggelin tudok aludni. Fogjatok össze. SMS-ezzétek már le egyszer, hogy egyszer hagyd legyek egyedül. Jó, de úgy csináljuk, hogy most egy picit pihenjünk rá erre a sztorira, aztán majd meglepetésszerűen, mert most még lehet, hogy rá is készül holnap. Ne, holnap utára, és utána, amikor már lankad a figyelme egy kicsit, már így az emlék már így a múlt ködébe vész, akkor majd így hirtelen. Mennyi? Egész napot szeretnél? 10-ig? Vagy jöjjünk azért 8-kor? Hát ha már nem jöttetek 8-kor, akkor ne gyertek be. Hát az milyen gyenge, hogy akkor nem jöttünk 8-ig, aztán bejövünk, ahogy. Hát mindenki vagy hallotta. Vagy egész nap nem jössz, vagy ja. Bejössz reggel, nem? Hát olyan nincs, hogy nem jövök, ez 8:30-kor megérkezem, hát ilyen nincs. Gyerekek, a Viki adott nekem egy tányér kesúdiót, odaadom Zsülnek. Zsül szereti. Tessék? Nem bírom a baj. Zsül, ott van 30 dek a kesúdió, rakd bele a szendvicsedbe. Darabonként 4 kiló sóval, tessék? Kilóra veszitek most már a kesút, mert az, amit most behoztál... Van arab, egy arab barátom, Yassif, és ő kesúdió díler, és brutális kesú. Van egy török csemegéje. Nagyon jó baklavát tudok, meg kesúdiót. De nem bírom a bajni. Az a baj egyébként, nem, egyáltalán nem baj, de ha valamit megkívánsz, vagy megszeretsz, akkor Viki abból mindig egy ilyen emberes mennyiséget hoz be. Megörülök. Milyen jó, ez a kis sajtos pogácsa, hoz belőle másfél kilót. Szeretnék egy 4 banánt, nem, egy fürd balánthoz. Mert tudja, hogy a kesú nagy mennyiségben méreg, ezért azzal él, hogy ilyenkor megijeszti a Balázs szervezetét, és nem fogja kívánni többet a kesút. Okos asszony, látod? Okos asszony, igen. De miből fog élni akkor így Yassif? Nem, általában nagyon jó vérbőséget okoz, meg afrodiziákum, ezért tömnek ez. Ja, tényleg? Egyél még, kis malac, egyél még, este teljesítened kell. De van ilyen, hogy eltolod már magadtól a gyömvéres, fahéjas, mézes tálat. A gyömvéres, fahéjas, mézes kesudiót. Nem bírok többet. Bármit megteszek, de nem bírok többet tenni. Gyakori kérdések élőben. Nagy siker lenne. Ancsa írja. Jó, megcsináljuk ennek a tesztverzióját valamikor. Jó? És ha jó és működik, akkor csinálunk bele rovatot. Hát csináljuk meg most. Most? Hát most, persze, csináljuk meg. Most, ebben a pillanatban nézzük az első kérdést. Azt mondja, hogy... De nem, kérdezni csak adásba lehetne. Tehát ugye a lényeg az lenne, hogy ő betelefonál, adja a kérdéshez a hangját, és elmondja, hogy miben kér tőlünk segítséget. Igen. Gyermeknevelés, hiszen mi is gyerekeket nevelünk, iskoláztatás, párkapcsolat, munkahely... Bármi. De ne SMS legyen az mondja el, halljuk a hangot. Nézd, most próbálj elvonatkoztatni a lenőtt körömtől és a rossz szájéztől. Azért, mert neked nincs. Én nem tudom, milyen problémák nyomasztanak téged, de hogy, tehát, hogy a lenőtt köröm és a rossz szájéz. Benőtt, nem lenő. Tehát ezen túl, vagy ezen azért tényleg egy picit menjünk túl. Figyelj, azért, mert te nem vívsz naponta harcokat ásókával, azért ez még másnak problémát jelent. Hát akkor figyelj, telefonáljon be, így van. Na, légy, egy telefonálod most azonnal, kérdezzem. Ha egy nincs, akkor próba üzem? Egy próba üzem most. Jó. Addig nem szólok meg. Na, jól van. Hát te vagy egyedül adásban, mi nem vagyunk. Most nem, most hallgatok. Jöjjön, tessék, próbaüzem. Gyakori kérdések élőben, a Morning Show-ban. Tessék, próbaüzem. Na várjál, addig mit tudok beadni? Addig egyél még 30 a kesúdió. Nem, hangeffekt, hogy mi a próbaüzem. Nem ez a vonal. Úgy érzem. Ez a gépház. Hol lehet még kapni a könyvedet? Ehhez egy próbaüzem, jó? 555-55-00, jó? Ez jó, ez próbaüzem. Szia Balázs, itt vagyok Újpesten, éppen szőnyegek bombáznak, miben tudnak? Hova bújjunk? Mit vigyünk magunkkal az óvajra? 555-55-00, tessék, próbaüzem. Jó, próbaüzem. A gyakorikérdések.hu élő verziója adásban, próbaüzem, rovat 1. Van túl check, van túl. Ja. Próbaüzem, jó? Na tessék. Tiriri, tiriri, tá. Na, aki kérdez. Na. Milyen témakört szeretnétek elsőre? De már értem, hogy bármit, de mi az, amiben... Ami a hallgatót foglalkoztatok. Hétfő reggel nagyon otthon vagy. Hétfő reggel. Hétvégi sport... Ezek benne vannak a hírekben. Bármiben. Én nem tudhatom, hogy őt mi foglalkoztatja. Így van. De ne ilyen konkrét esemény legyen, hogy mi volt hétvégén a vízes VB-n. Figyelj, ki a társelnöke a Helsinki bizottságnak? Nagyon jó kérdés. Köszönjük. Próbaüzem 1-2. Haló! Jó reggelt kívánok!
Balázs vagyok, én is üdvözöllek titeket. Jó reggelt! Próbálj üzem 1-2, halló. Tessék. Kicsit érdekes a témám. Én azzal kapcsolatban kereslek titeket, hogy a kisfiammal kapcsolatban terveznék. Igen? Egy betegségre felhívó tudatossági kampány. Igen? Nem tudom, mi lehet ennek a módja, nem tudom, hogy kell elindulni, vannak ötleteim. Adjatok kérlek ebben tanácsot, hogy hogy tudnám azt eljuttatni, hogy van egy bizonyos betegség, kevés ember érint ma Magyarországon, de hogyha többen szembesülnének ezzel, hogy egy ilyen van, akkor hát többen jutnának el orvosokhoz, stb. Tehát egy jó cél áll mögötte. Lehet, hogy hétfőn egy ilyen szép napsütéses napon most egy kicsit más témával, könnyedebb témával kellett volna. Ez tesztüzem, bármi jöhet, tesztüzemben vagyunk. Tesztüzemben vagyunk. Így van. Tehát van egy betegsége a te gyerekednek egyébként? Így van. De genetikai görögzetes bőrbetegség, alapból hólyagok, sebek, elég ronda munka, és nincsenek sokan az országban. Én ezért is ragadtam telefon, 10 millió emberből 106 gyermek, leginkább gyermekek érintettek vannak, mindenféle állapotban. És mit kell ahhoz tenni? Persze most sok millió ember előtt beszélgetünk. Lehet, ja, ennél nagyobb fórumod egyébként... Igen, ennél nagyobb fórumod, tehát úgy kérdezel, hogy közben az élet már meg is oldotta ezt a kérdést. Ennél nagyobb fórum egyébként nem tudom, hogy neked lesz a kezedben valamikor, mint hogy 3 percig beszél erről a betegségről. Mi a betegség neve? Epidermolózis. Aha, epidermolózis bullózának hívják. Na most, ha ez nem érint sok embert, akkor ugye érdemes lenne azokat az embereket megcélozni, akik benne vannak a betegségben. Van-e lista róla? Valahol. Nincs. Aki már eljut kezelési stádiumba, egyébként a SOTÉ-nek a bőr és nemi beteg klinikáján, tehát a bőrklinika a legjobb hely, ahova el lehet jutni. Ez lenne a fő üzenet, amit én átadnék sokaknak. Ha már ott vannak, persze akkor már nyilvántartásba veszik őket, de a legeslegfőbb üzenet, akkor tényleg most még egyszer ezt megragadnám, és köszönöm ezt nektek, hogyha pici hólyagokat, sebeket észlel valaki úgymond fizikai behatásra, akkor a legjobb hely, ahova eljuthat ez a SOTÉ bőrklinika. Köszönjük szépen, professzor úr. Köszönjük szépen, elmondtad, létrehozhattál volna Facebook csoportot, csináltál volna bármit, de egyszerűen ez, hogy itt ezt el tudtad mondani, ez szerintem nagyobb lehetőség, mint bármilyen. Én ezt nagyon bármilyen szépen köszönöm akkor nektek. Nagyon köszönjük. Köszönöm, hogy ilyen gyorsan csörgésre vettétek is, föl, szép napot, szép hetet. Hát azt hittet, hogy nem vagyunk élőben mi, vagy valami csalás van a dologban. Ezért hoztuk létre. Kétszer is beköszöntetek, hogy 1-2-3 próbálom, 1-2-3, és itt azt hittem, hogy ez egy magnóról mondjátok fel, de valóban nem vagyunk. Itt vagyunk. Ha kell, lefotozzuk magunkat a napi újságon. Ez a GK Live, érted? Gyakori kérdések. Igen, gyakori kérdések. Föltettél egy kérdést, és meg is válaszoltad. Köszi, ciao. Köszönöm, hello. Sziasztok. Ciao. Hello, szia. Na, ilyen egyszerű. Egy kipipáló. Ilyen egyszerű rovat. Hallgatóink kérdeznek, és a kérdés közben megválaszolják, hogy mit szeretnének. Nagyon jó. Nem? Szerintem az időt kellene csak limitálnunk. Tehát legyen az, hogy 3 kérdés minden egyes alkalommal, de csak 1 percben. Hát nem feltétlenül, hát most még van, amikor még van benne, amikor visszakérdezel, kell újabb, ahhoz, hogy jót tudj mondani, kell újabb info, azt ki kell szedni a hallgatók. Nem, nincs benne. Aha. Jó, mert ez olyan, legyen olyan, mint egy sajtótájékoztató. Indul az óra, fél percig kérdezhet, és fél perc válasz. Igen. És kidobjuk, és jön a következő. Persze, és nagyon gyors, nagyon sűrű, nagyon gyors. Így van. Mert hogyha egyáltalán nem tudunk semmit mondani, akkor utána tudod, tehát kellemetlen lenne. Na, itt van még egy hallgatónk. Halló! Szép jó reggelt, sziasztok! Indul az óra, tessék, jöhet a kérdés. Janikám, azt szeretném tőled megkérdezni, hogy a kék-fehér csíkos inget, a fehérbe vagy a színesbe mosod? Jó! De nagyon jó kérdés. Jó. Na, én ilyenekre gondoltam. Nagyon jó kérdés. Inkább a fehérben. A fehérben, de én azt tanácsolom, hogy mindenképpen használja valamilyen a szín megőrzésére alkalmas, vagy a szín megőrzését elősegítő valamilyen adalékanyagot. Jó. Na de itt jönne ugye a visszakérdés, hogy mennyi kék van benne? Milyen kék van benne? Hát fele-fele. Na jó, oké, fele-fele, de sötét kék vagy világos kék? És a következő kérdés, hogy melyiket sajnálnád jobban, hogyha elmúlna? A fehéret vagy a kéket? Mert akkor... Hát ezt így nem tudom nektek megmondani. Az úgy szép, ahogy újkorában megveszünk. Aha, matróz vagy? Igen, én fehérrel most nem. Fehérem? Én fehérem. Igen. Jó, ez most mellékzőnkem a kérdés, ez nekem jó. Tehát, értem, arra kérdezik, hogy Jani vagy. Megkaptad a választ?
Nagyon szépen köszönöm, igen. Ennyi. Nagyon szívesen. Jó bajtok. Köszönjük. Hello. 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 Még egy kérdés belefér a tesztüzem? Egy utolsó kérdés a tesztüzem. Utána egy nagyon fontos hírt kell megbeszélnünk. Egy tesztüzem. Jó? Újabb rovat indul. Egy újabb, utolsó kérdés. Tesztüzem. Jó? Még valaki kérdezhet egyet. Gyerekek, ez vissza nem térő lehetőség. Másfél-két millió ember előtt három műsorvezető, de azt kérdezel, amit szeretnél. Élni kell ezzel a lehetőséggel. Tudni kell élni ezzel a lehetőséggel. Lehet őszinte is? Őszinte, nagyon ja, őszinte, személyeskedő a kérdés. Micsoda? Ez most nem a harmadik kérdés, hát mert én itt dolgozom vele. Mert hogy őszinte személyeskedő? Persze, mert egyébként azt is már mondtuk, hogy olyan rovat kellene, ahol... Ja, bocsánat. De nem közérdekűt nyomunk? Mit? Nem közérdekűt kell nyomni? A kérdés. Bármi lehet. Ami a hallgatót foglalkoztatja. Haló? Ja. Igen. Tessék! Haló, tessék! Ja. Te mire gondolsz, hogy személyeskedő? Hogy szia, Bali, nagyon kedvelem a Janit meg a Ferét, de te miért nem takarodsz már el az... Így van. Ez is. Haló? Ja, nincs csak. Igen? Itt a hallgató. Tessék! Tessék! Csicsek! 555-0-0. Mi? Nem tudtok kérdezni? Na, basszus, most indultatunk el egy rovatot, illetve szeretnénk elindítani egy rovatot, és nem jutunk el három kérdés. De hogy nem. Csak akkor legyen csak egy kérdés, mert akkor két hétig tudjuk csinálni. Mert én szeretem ezt a rovatot. Ez jó, ez tessék, igen, haló. Ja. És most? Igen. És most, haló. Adásban vagy? Aha, de nem. Ja, de. Mr. Gép. Aha. Na. Mi van? Igen, haló. Tessék? Végre. Tessék, igen. Haló. Haló, László vagyok. Laci! Szia! Na, nekem az a problémám, azt szeretném kérdezni, hogy mit csinálják az én embereimmel, akik fiatalok, 25 év alattiak, felvettem őket dolgozni, igen? És nem akarnak dolgozni. Nem teljesítenek. Egy példát, mi zöldséget pucolunk, a felnőttek pucolnak, tököt pucolunk, bébételnek, azok pucolnak belőle egy 3-400 kilót naponta, ezek a mi fiatalaink meg egy negyedét. Nem uh-huh. akarnak át dolgozni, és nem tudom őket motiválni. Uh-huh. Fizesd meg őket, jó. Köszönjük! Következő kérdés. Haló! Tehát ti dolgoztok egy konyhán, ahol ti tököt pucoltok, és a fiatalok, akik szintén ott dolgoznak nálatok, ők nem akarnak rendesen dolgozni. Így van, így van. És te vagy az ő főnökük. Én vagyok az ő főnökük, és tulajdonos is, igen. És te vagy a tulajdonos is, és próbáltad már motiválni őket szép szóval. Nem, már, tehát mi egy programban veszünk részt, ahol fiatalokat kell foglalkoztatni, erre a támogatást is kapunk. Aha. A fizetés is, ezek az emberek által a közmunkán vannak 50 ezer forintért, ők 120 ezer forintos fizetésben vannak, duplányt keresnek. Már mondta nekik, hogy elég a 2000 dolgozni, csak rendesen egy hónapban, és még úgyse sikerül. Mm-hmm. Igen, már voltuk volna, hogy egyébként tényleg a teljesítménybér lenne a megoldás, de hát, hogy ha ők fixbe vannak, akkor úgy nehéz. Igen, de teljesítménybérben meg egyszer el sem akarnak én dolgozni. Hát ezért nem akar eljönni nyilván, mert akkor megózni kell, hogy összejön a 120. Egyéb juttatást tudsz adni nekik? Tehát ha valaki megpucolja a 300-at naponta, akkor kap egy nem tudom mit. Egy csokit, nem egy, tudom. Valamit, igen. Hát egy csokiért nem fog menni nem, szerintem. Ez a baj, hogy egyszerűen hogy a program is erről szól, hogy 25 év alatti munkanélkülük, akinek soha nem dolgozott, és nekünk kéne munkára fogni őket. Ez lenne a beszokatója. Ez is megjelenik. És mit csinálnak egyébként? Bemennek, dumálnak, cigarettáznak, röhögnek? Igen, bemennek, dumálnak, úgy odállnak a munka mellé. Ez úgy csinál, mint aki dolgozik, csak nagyon lassan. Tehát beszélgetnek, nem úgy teljesítenek, lassan dolgoznak, sokat sok pihenőt tesznek. Ültess szét őket! Az a baj, hogy ezek egy csoportban vannak. Sőt, van olyan, aki egyszerűen nem is eljön hétfőn, aztán jön hétfőn kedd, aztán a szerzsütök péntek nem is jön. És ugyanúgy megkapja a fizetését, ugyanúgy? Hát nem, ilyenkor kénytelen vagyok ilyen fizetés nélkül szabadsága tenni, de aztán nem lehet nekik így fölmenni, mert a programot végig kell csinálni. És tehát kirúgni nem rúghatod őket, ugye? Nem nagyon, nem. Aha. Hát itt nincs jó tanács, mert ha nem tudod se, hogy szankcionálni őket, és semmilyen módon ők nem számon kérhetők, akkor azért nehéz olyan fiatalokkal mit csinálni, akik nem számon kérhetők. Az a Feri, amit a Feri mond, az jó lehet, hogy aki viszont jól dolgozik és hozza az a nagy átlagot, az valamilyen plusz dolgot kap, ha esetleg őket így lehet motiválni. De hát ha semmilyen eszköz nincs a kezedben. De lehet, azt lehetnék plusz a végesetben. Meg azt talán segít, hogy az öreg, már ezt jó indulattal mondom, tehát az öreg rutinos rókák mellé betenni. Tehát nem hagyni, hogy az újak egy csoportban legyenek, mert nyilván duma van, meg nyilván érted, elbeszéled az időt, hanem széttenni őket. És na akkor... de mi van akkor, hogyha lehúzza az öreg stahanovistákat is? Á, őket nem lehet. Odalakod mellé a lustákat, és érted, ők is belustulnak. Hmm. Írja egy hallgató, hogy adj neki kopasz barackot. Igen, annyira nem motiváltak, hogy azt mondják, hogy inkább, ha dolgozni kell, és kapnak 90 ezer forint nettó fizetést,
akkor inkább elmennek közmunkára 57 000 forint, és lesz meg a Gödölparton, és nem akarnak. Atya Isten. Az a baj, hogy ez egy ilyen általános mentális állapot. Igen, lehet. Ez egy sajnos egy mentális állapot egyébként. Igen, ez, ebből őket te nem fogod tudni nagyon kizökkenteni. Valahogy ebbe a teljesítménybér vonalba kellene egy kicsit így ezt az egész dolgot terelni, akkor szerintem működni. Én emlékszem annak idején, hogy elég sok ilyen jellegű munkát végeztem, engem nem lehetett hazazavarni, amikor tudtam, hogy minél többet dolgozok, annál többet keresek. Na, megpróbálom. Akkor teljesítmények fog átállni, majd elmondom, hogy ti tanácsoltátok. Hát valami ilyesmit lehet, igen. Igen, fog aki viszont az pluszt kap, és akkor azzal lehet őket talán motiválni, igen. Ugye ezt a bruttó 120-at oda kell adnod, mert ha pályázati vagy támogatásos pénz, akkor ezt nyilván oda, igen, ezt oda kell adnod, de mondd azt, hogyha valaki megcsinálja a napi 300-at egy héten keresztül, akkor az pluszt kap. Akkor az plusz valami kis plusz pénz. Talán. A rendben. Köszi. Vagy pellengér, kaloda, szígyenfa. Botozás. Veszőzés, botozás. Igen. Köszi, ciao. Köszönöm, hello. Hello, hello. Na jó van, gyerekek. Fog ez működni? Őrület lesz. Már a rovat? Arra gondoltál? A gyékállás. Na, így van. Viszont mi akkor foglalkozunk most egy picit a saját hírünkkel, mert hogy van egy rejtély, amit meg kellene oldani. Van egy rejtély, amit meg kellene oldani, és ez a rejtély, ez igazán izgalmas. Norvégiában történik egy golfpályán, és hát mindenki maga elé tudja képzelni a golfpályát, hogy hogy néz ki egy golfpálya. Nagy, sík terület, ugye, apró kicsi lyukakkal, és a lyukakban áll a zászló. Ugye? Aha, hát ez ilyen golfpálya. Nagyon fura. Nagyon fura hely. Kis tavacskák, hogy hívják, homokdőlék. Golfkocsik. Igen. És rendszeresen vágott fű. És egy csomó vakon túl. Ez a norvég golfpálya, mármint a nem maga a golfpálya, tehát ne úgy képzeljétek el, hogy golfpálya fekszik, aztán éjszaka föl kell, és ő maga a golfpálya. Aha. Tehát nem erről van szó, hanem a norvég golfpálya. Én meg azt hittem, hogy elhidegültünk egymást, és én vagyok a golfpálya, ezért mondod nekem, hogy maga a golfpálya. Igen, tehát maga a golfpálya. Pedig rajtam csak egy lyuk. De nem. Ja nem, három. Öt. Egy norvég golfpálya 10 éve keresi, de nem a golfpálya, hanem a golfpálya tulajdonosa 10 éve keresi azt az illetőt, aki éjszakánként telegíteni a lyukakat. Folyamatosan visszajár éjszakánként, a WC papírt is a pályán hagyja, és a pálya menedzsmentje nem nagyon tud mit csinálni, ugyanis nincs a kezükben még az az eszköz, amivel elkapnák emberünket, aki minden este rendszerességgel minden nap visszajön, és betömködi a lyukakat. Egy igazi lukra járó. Csak a lukba gittel. Igen, nagyon jó. Aha. A kicsit komolytalanra váltunk, ezt szerintem egyébként igazán jó felség. Tehát, hogy az de mi zavarja? Tehát, mert azt azért csinálod. Minden lehet, tehát ezt kellene megfejteni, hogy mi ennek az oka. Egyelőre nem tudják bekamerázni a helyet, mert engedélyekhez kötött. És most azon gondolkoznak, hogy ilyen baromi nagy reflektorokat állítanak föl a golfpályára, amit belőnek este, vagy ami mozgásra beindul, hogy rajta kapják a tettest, 10 éve nem tudják elkapni, hogy ki az, aki bemegy, kiválaszt egy lyukat, és üzemszerűen iszintesre hozza. Egy igazi profi. Nem az összes lukat tömi, hanem így változóan. Hol egyik, hol másik. Nem tudja az összeset, hol az egyiket, hol a másikat, igen, hol, ha jó formában van, akkor esetleg kettőt. Nem tudja ez a norvég golfpálya megfejteni, hogy ki az illető, és hát ott hagyja a WC papírt, nagyon akkurátusan bemászik, átmászik a kerítésen. Egyszerűen nem tudnak rájönni. Másnap a golfozók, amikor mennek, hogy akkor menj a greenre, és akkor próbálj egy kicsit ütni. És ugye nem hát, a greenre mész, hanem a brahóra. És próbálod ugye a hatos lyukba betalálni, de csak tovább megy, az a fránya golyó, és ott jössz rá. Gondolom, ez lehet az a norvég golfpálya, ahol a legnagyobb a negatív rekord. És ismét 478 ütésből sikerült teljesíteni az egyébként 12 lyukas pályát, mert senki nem akart ütni egy birdit, tudod. De megállapították. A francban. Kivenni, de olyan? Köszönjük. Képzeld maga a norvégokat, és visszafogadta, tudod, a kis kockás, kis szépen vasalt nadrágjukban mennek fehér cipő úgy, ahogy kell, és balkáni természetességgel gitteli valaki. Tele a golfpályán. Megállapították a méretéből, hogy csak is férfi lehet. Már összeült egy szakbizottság, ott tartanak, hogy megállapították, hogy férfit keresnek. Mert hogy? Aha. Mert hogy olyan. Hát akkor nyilván. Vagy egy nő, de állítólagosan férfi. Tehát méretből tehát azt mondják, hogy bevonásával nyomoztak. Méret és állapot. Aha. Ja, mert azt mondták, tehát nagy méretűek az ott felejtett csomagok, és akkor ebből arra gondoltak, hogy... Hívjuk csomagnak. Hogy miért ráksz te be ennyire a golfozókra?
Nem biztos, hogy berágott. Lehet, hogy megszokásból. Lehet, hogy valamilyen balkáni országból jött ott a pottyantósoknak, áll a zászló, és akkor itt. De egy az ottani pottyantós nagyobb lukkal bír, mint a golf. Szerintem. Az ezt nem tudod összekeverni. Kiveszi a zászlót, és utána visszarakja, vagy pedig a zászlórúd mellé. Nem, hát kiveszi a zászlót, és ugye ezeket a zászlókat egyébként valamikor begyűjtik. Tehát nem mindig vannak ott a zászlók, tehát ezeket a zászlókat begyűjtik. Több minden lehet. Lehet telekvita a háttérben egyébként, tehát úgy építették meg a golfpályát, hogy ott valamikor valami nyaraló állt, és azt mondta a nyaraló, hogy jó, rendben hát, van, az én telkemre húzzátok föl. Tessék? Valakinek a kerti budia. Igen. Érted? Azt eldozerolták, és ez a nemes bosszú. Vagy pedig nyilván egy amatőr golfozó, vagy egy amatőr turista, aki betébett a golfpályára, 10 évvel ezelőtt egy brutál kapott a fejére, ugye, mert hogy golfpályán, ha sétálgatsz, hát ott agyom a golflabda, és ez pedig a bosszú. Igen. Ez pedig a bosszú. Szomszéd golfpálya tulajdonosa, mert nem megy annyira az övé. Igazán jó felség egyébként így bejárni, nem? Igen. Tehát azért ebben van lendület, hogy 10 éven keresztül nem adod föl, mész, és megkeseríted a takarító személyzet munkáját. Tehát hát ebben azért van lendület. Aki ugye beütő a labdát, és benyúl érte. Persze. Azért. Nem szerintem, hogy ez 10 éve zajlik már ez a történet, akkor valószínűleg ők fel vannak már készülő mindenféle balesetre. Tehát amikor ütés után hallgatják, hogy mi lesz a végeredmény, akkor is hallgass csak, kop volt vagy plotty? Na most azon gondolkozom még, hogy érdekes felvetés, hogy miért nem vizsgálják meg a karbantartókat. Ugye? Tehát itt azért... Első bosszú. Hogy azért itt nem nézzük-e azt meg, hogy esetleg valamiféle olyan munkás, aki egyébként hát bizonyos zavarban szenved, iszonyatosan nyírja a füve. Ül a kis, tudod, a kis autóján. És hát mit csinál? Rájön ugye a dolog, és egyszerűen nem ér ki. Ki az, aki már? Éjszakai karbantartás alatt nem ér ki a budira, brutális, nem tudom hány hektáros golfpálya, kim vagy a legnagyobb, ezt úgyse veszik észre, és 10 éve ő abban a tudatban él, hogy egyébként jobb a lyukba csinálni, mert nem veszi észre tehát senki. Azt mondod, tehát azért hogy... egy belső vizsgálatot azonnal elrendelnék, mi van, ha pályakarbantartó, nem? Tehát azt mondod, hogy egy green picker, hogy szektek azt mondani, egy green keeper, igen, egy szédületes anyagcserében megáldva? Igen. És éjszakai melós kell legyen, az is igaz. Uh-huh. És én olyat keresnék, aki már 3-szor kért fizetés emelést, és egyszer se kapta meg. Hát az is jó egyébként. Bosszú. Igen. Tehát akkor két vonal van, vagy az egyik a bosszú vonal, vagy pedig a másik az, hogy egyszerűen a főépület túlságosan messze van még ahhoz is, hogy mondjuk golfkocsival visszaérjen a budira. Igen. Időben. Mondjuk egy nővédő egyesületek szerintem már reklamálhatnak, hogy azért ez meglehetős torzítás. Tehát az alakja és a mérete alapján megmondták, hogy férfi. Tehát, hogyha én nővédő egyesület lennék, azonnal reklamálnék, hogy kikérem magamnak ezt a fajta diszkriminációt. Mert nem? Hogy mi tudunk olyat, hát, ezt mondanád? Miféle ostoba diszkrimináció az, hogy a méret alapján az szekrényes csak és kizárólag férfi lehet. Hát így van. Hogy lehet ilyet? Na ezt hogy lehet ilyet Matilda, kedves. Jó, nézzük meg a másik oldalt. Mi van, ha a reklám? Mármint... Hát a reklám. Hát emiatt nem mész a reklám. Golfpályára. Hát mi van, ha a reklám? Uh-huh. Norvég golfpálya. Hát csak rákeresem, melyik golfpálya, hol van. 10 éve. Olcsó reklám, gyorsan aha, mindenki megtudja. És azt mondják ott, nem tudom, Borhó Hessinennek, hogy akkor csináld meg. De mennél oda ezért? Hova? Golfozni? Hát nem. Kicsoda? Nem. Svédországban például halad fogni. Findi nézni. Kicsoda? Én? Nem, most csak végigveszem a lehetőségeket, hogy ne felejtsük el azért azt sem, hogy mi van, ha reklám. Nem? Reklám a másik golfpályának, ami mellettük van. Mert tudod, mi van? Valaki golfozni szeretne. Oké. Oda megyek. Oké. Ide nem megyek be, mert itt barnák lesznek a tehát anti-reklám. A konkurenciától? Van, és ott van mellett a konkurencia, ahol viszont érted. Tehát nem. Arra gondolsz, hogy a konkurencia tulajdonosa minden este 10 éven keresztül bemászik a norvég golfpályára, és azt rohadjatok meg, hogy ilyen olcsó bérlet van! Nem van! Jó, kiszolgálás, rohadjatok meg! Meg nem megy, na most ezen túl majd ide fogtok jönni, és akkor ott van mellette. És képzeld ebbe, akkor már titokban felszerelik a kamerákat és a hatalmas reflektort, és te 8 reflektor berolnak a rendőrök, te pedig ott googolsz. Nézzétek a másik golfpálya igazgató, és iszonyatosan gittelsz. Tehát arra gondolsz, hogy a konkurencia? Így aha, van, így van. Lehet, oda mennek a delikvensek, érted, balra ott van az a hely, ahol állandóan belegittelnek a lukakba, a másik oldalon meg ott van a Nokula Golf Club. Igen. Jöjjön Nokula hozzánk, mi tiszták vagyunk. És tulajdonképpen meg is csináltad a dolgot. Nokula. Kellemetlen meglepetések helye. Nokula. Greenfield. Golf Center. Nokula. Nokula Golf Center.
Aj, komolyan mondom, hát azért érdemes ezen elgondolkodni. Én úgy örülök, amikor ezt olvasom, hogy a norvégoknál is van ilyen, mert ezt elolvasod, hogy tényleg nem tudom, valahol Magyarországon egy kis faluban mindenki másnap minden parasztház elé letesz egy csomagot, azt nagyon azért nem lepődsz meg. Nézzük meg azért, hogy hogy néz ki egy vasúti WC. De azért a Norvégia, ahol elegáns, szépen jól öltözöttek, visszafogottak, északiak, tudod, és az egész és minden nap valaki telegíteni a golfpályát. Picit visszajöttek a viking idők. Nem lepődnék meg, ha ez a hír arról szólna, hogy egy vendégmunkás. Simán lehet. Vagy valaki, akit nem fizettek ki 10 évvel ezelőtt, vagy úgy rúgtak ki onnan arról a golfpályáról, hogy voltak még követelései a céggel kapcsolatban, és picit ezért megsértődött. Nekünk is volt ilyen, annak idején hétvégi teleknél, amikor nem akartam kifizetni egy fűnyírást, amit nem kértem. És aztán, amikor legközelebb mentünk, akkor ott volt a kerti kapu előtt a csomag. A nemes bosszú, tényleg. Nincsen jobb esély. Konkrétan ez történt. A szembe szomszéddal vágattam a füvet. Hogy ő volt biztos? Igen, tudom. De várjál, de az a kérdés, hogy oda hozatta, vagy ő guggolt neki? Tehát ő állt neki? Hát, ha ismerted volna, tudnád, ő volt az. Ő ilyen elszállt ember volt. Az is egy életérzés, amikor látod a szomszédodat gittelni a kapud előtt. Így van. Jól van, szomszéd? Jól van, inkább béküljünk és ne nyomjunk. Jó. Egy kedves román ember volt. Belászott a kerítésre, levágta a füvet. Mondta neki, de figyelj, akkor menjél már be füvet vágni, amikor megbeszéljük. De hogy mindig ő vágja. Hát mondom, jó van, de be volt zárva a kapu, nem? Nem fizetem ki. De ki fizet? Nem fizetem ki. Aztán. És oda? Így alakult. Berakott? Így van. Rakott be neki zászlót? Így van, oda rakott egy tamadó zsaknát. És hatásos volt, léptél bele? De jó felségem. Na jó. Oké, nézzük akkor meg, hogy hallgatóink közül ki az, aki hasonlóképpen állt nemes bosszút. Nem teljesen így, jó? Tehát nem arra gondolunk, hogy akkor keresjük azon hallgatóinkat, akik előszeretetek, gitteltek szomszéduk kapuja elé. Nem erről van szó, hanem ki hogyan állt már bosszút. Tényleg, ki nem fizetett fűvágásért, a főnök egy rossz beszólásáért, a kolléga, nem tudom, rossz indulatú megjegyzésért, vagy csak a szomszéd megalapozatlan átkiabálása miatt, jó? Ki hogyan állt bosszút egy jogos vagy jogtalan sérelemért, úgy érzi, hogy ez bosszúért kiáltott, mit csinált? Átvágta a vezetéket, átdobott valamit a szomszédba, elrejtett valamit, elvágott egy kábelt. Nézzük meg, hogy bosszú álló népe a magyar. Jó? Tudunk-e bosszút állni? Hát azért mindenki csinált már ilyet. Nem? Több SMS jön majd, mint az új rovatunkra betelefonál. Nem volt rossz. Ki, hogyan, miért állt már bosszút? Írjátok meg nekünk, mi pedig jövünk, Ákos, híre jutam. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Hát ezt is meghallgattuk, 3:48 pontosan. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ugye arról beszélgettünk, hogy milyen fura dolgok történnek egy norvég golfpályán, mert hogy 10 éve valaki minden este bemászik, és valamelyik lyukat megtiszteli, és nem tudnak rájönni a norvégok, hogy ki csinálja, miért csinálja, ki lehet, mi lehet az indíték, mi lehet az ok, de egyszerűen nem is tudják nagyon megfigyelni, mert nincs rá lehetőség. Ez is mi, hogy nem tudnak kamerákat beszerelni, mert nincs, hogy a saját területedet megvéd kamerákkal, milyen fura jogrendszer, nem? Hogy nem is értem, hogy... 10 évvel ezelőtt még nem kellett. És az éjszakai őrzés, azon nem gondolkodtak, hogy az se lehet? Nem, igen, nem tudom. 10 éve mentem el kirándulni Norvégiába, eltévedtem egy mezőt, azóta ott kóvályok. Azért ők sokkal előttünk járnak, itt még 150 méterenként is van nyilvános vécé. Hát, igen. Kaptuk ezt is SMS-ben. Na. A kérdés pedig az volt, hogy a hallgatóink miért álltak már bosszút, mert ugye arra jöttünk rá, vagy arra lyukadtunk, hogy lehet, hogy végül is tényleg arról van szó, hogy ez valamiféle Pit Jánert bosszú. És vagy a konkurencia, vagy egy kirúgott alkalmazott, vagy egy ki nem fizetett alkalmazott áll így bosszút ezen a norvég golfpályán, hogy minden nap megtiszteli őket a szó legszorosabb értelmében a jelenlétével. Nem? Tehát ez valóban. Hát vagy egy helyi lakos. Erős jelenlét. Aki szereti a kalandot. Igen. És ő így éli meg. Érted? Van egy ilyen betegség is egyébként. Az is lehet. Ez a nyilvános helyen végzett el a dolgod, azért ez egy betegség is. Aha. Még akkor nincs szerencség. De lehet ellen küzdeni egy széntablettával például. Nem, hogy késztetést érzel arra, izgalmas, hogy te ezt nyilvános helyen vidd véghez. A kis csatáidat. Hogy ez egy betegség. Meglessenek közben. Hogy meglessenek közben, így van. Szörnyű betegség, de hát van ilyen. Azt mondja, hogy Zuglóban laktam minden reggel egy önkéntes fittipaldi, egy piru zsiguliban úgy nyomta a gázt a sportkipufogóval, hogy a környék összes autóriasztója megszólal. Többször próbáltam elkapni, egyszer véletlenül megláttam, bementem az első festékboltba, vettem 3 flakon púrhabot. Teli nyomtam a kipufogóját, azóta nem láttuk, csend van. Ezt Miki küldte nekünk. Azt mondja, hogy a főnök beszólt, felidegelt, ezért másnap csodálkozott, hogy az autója 4 téglán állt. Ezt kis csávó küldte
nekünk. Fickó beállt a kapubejárómra, miközben álltam ki az autómmal, szóltam neki, hogy legyen szíves elállni onnan, erre megrántotta a vállát, és bement a szomszéd bútorboltba. Bezártam a garázskaput, elővettem a, micsoda, a szép kiszedőt, az nem tudom mi, és minden kerékből kiszedtem a szelepet. Ugye a szelep kiszedő, csak rövidített, így van. Ráragasztottam a szélvédőre, és ráírtam egy lapra, rossz helyen állsz köcsök, de ott is maradsz. Aztán elmentem dolgozni busszal. Délutára elvitte az autót, ez Szabi küldte nekünk. Egy nagyon munka volt kollégámat intéztem el úgy, letekertem a WC papírt, megszórtam üveggyapottal, majd visszatekertem neki. Hatásos volt. Többet nem hagyta lehúzatlanul a recsót. Mondjuk, aki lehúzatlanul hagyja a retyót, megérdemli. Üveggyapotban megforgatod a WC papírt? Az karcol. Az finom. Az nagyon finom. Felettünk az albérlők, zöldséges házaspár éjjel 2 és 3 között állandóan indulás előtt veszekedtek. Kétszer szóltam, hogy nem tudunk aludni, aztán az autó gumikat körbe szurkáltam. Csönd lett, 2 hónap múlva elköltöztek, de előtte 3 évig tartott a balhé. Hát igen, de autogumit kiszúrni talán nem ez a jó megoldás, sőt biztos, hogy nem. Hát, nem, még ha veszekednek is, igen, az komoly károkozás. Nekem a szelep kiszedés az elegánsabbnak tűnik. Az elegánsabb, igen. Arisztokratikusabb kicsi. Gipszkartonosak vagyunk, volt egy szemét tulajdonos, bosszú, begitteltünk a kartonfal mögé, oda, ahova a radiátor került, hogy télen oldja meg minden, aminek meg kell, emküldte nekünk. Gépkezelő vagyok, volt egy idióta megrendelő, folyton beszólt, bántott minket, hálából elástam pár darab méretes betontömböt a földjében. Szántáskor lesz majd meglepetés, kár, hogy nem látom az arcát. Kaptuk ezt is SMS-ben. Annos sok éve, ez beolvashatatlan. Igen, ez beolvashatatlan. Hogy mit csinált, ki mit csinált. Az interneten lehet rendelni, kérdés, hogy ez igaz, ez az SMS, az interneten lehet rendelni névtelenül, lenyomozhatatlan fizetéssel, ételhordóban, vagy akár billenős kocsival különböző mennyiségű csomagot. És oda kéred más állattól. Aha, és oda kéred, ahova akarod. Megfelelő ajándék lehet a rossz akaróknak. Tehát arra gondolod, kérsz egy mit, egy vödör, vagy egy billenő kocsis tehén trágyát, és azt valahova lerakatod. Azért az... És ennyi. Az tud szép lenni. Kocsi beállóra. Kertkapu elé. Hát igen. Azt tud szép lenni, igen. Nekem egy gonosz főnővér volt a főnököm, és egyszer összeszedtem egy nagy zacskó friss kutyaszart, az egész autóját bekentem vele. Soha nem derült, hogy én voltam Puszi Judit. Csajok is mire képesek egyébként, igen. Nem? Mondjuk azt te se felejted el egy darabig, azt a melót. Hogy még bekened. Meg ahogy felkened. Hát, az nagy meló. Amikor lemosni lemosható, csak amíg meló. Odáig eljutsz. Az nagy meló. Igen. Volt évfolyamnásamnak mézet raktam a mézillatú samponjába, pillanatragasztóval bekentem a kabátja cívzárját, és hashajtót raktam a köptetőjébe. Azóta nem láttuk az albérletet. Itt azért egy nagyobb probléma volt kettőtök között. Igen. Ő kit, mit csinált, vagy kinek ártott? Több frontot nyitott meg egyszerre. Nekem ez a mézillatú sampon, a mézet, ez tetszik. És mondod, milyen jó illat. Milyen igazi. Mintha tényleg méz lenne benne. Milyen eredeti. Igen, na jó van, hát akkor megállapíthatjuk, hogy azért a magyar ember is tud bosszút állni. Van gyorsan egy közlekedési hírünk, amit mondanom kell, az M0-áson az M7-es felé Csepel Halásztelek kihajtójánál egy autó lerobbant a belső sávban, hirtelen megállásra és pár perc torlódásra számítson, aki arra utazik, ezt Melinda és Attila küldte nekünk. Köszönjük szépen! Mi pedig játszunk, már is itt van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Csaba, hello, jó reggel. Hello, jó reggel, sziasztok, good morning. Good. Azt a idegenül is. Azt a betyárját. Honnan hívtál minket, Csaba? Autóból, Budapest. Mit csinálsz? Ülök, várok, kávézok. Ez a melódi, jussz, állsz. Ülök, állok, igen, ez a melom. Ma nem kell dolgoznod, vagy hogy? Munkaidőben állok, várok, megpakolnak, megyek, megint megállok. Lájtos munka. Az jól hangzik. Akkor sofőr vagy? Úgy. Hogy összetettem, mi? Hogy kitaláltam? Fantasztikus vagy. És most éppen pakolnak, arra vársz? Most reggeliznek, aztán reggeli után fognak pakolni, azért állok. Hát akkor ez most jó, akkor most tudsz pihenni, játszani velünk, nem? Így van. Internetezni, vagy átolvasni a napi újságokat. Mindent, ilyenkor mindent lehet. Mivel ütöd el ilyenkor az időt? Internetezek, alszok, bármi. Nem szállsz be hozzájuk reggelizni?
Á, nem kínálnak meg. Irigyek, irigyek ezek. Irigyek. Na jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berulini, figyelj! Hűvös. Őszi estén kaptuk el őket. Tusolnak az esőbe. Igen. Mutatjuk, mit énekelnek. Ez egy film zenéje lesz, és igen, egyelőre nem mondunk róla többet. Ha nem megy, akkor próbálunk segíteni. Figyelj, rövid lesz. Hát ebből semmit nem hallottam. Azért ennyire rövid, mert nagyon könnyű. Tényleg nagyon könnyű. Milliószor adják a tévében. A filmet magát? Uh-huh. Igen. Lehet még egyszer? Hogy ne, figyelj, mutatjuk. Ó, ez ismerős pedig. Nem egy rossz film. Sőt. Hát sőt, talán emberünk lehet. Egyetlen jó filmje. Legalábbis én őt nagyon ritkán látom jó filmek, mindig mellé nyúl. De tényleg, a csávó, aki mindig rosszul válasz szerepet. Komolyan, nem? De. Tudsz mondani tőle ezen kívül még olyan igazán jó filmet? Hát, ha tőlem kérdezed, akkor nem. Nem, Janito, mert ő tudja, hogy kiről van szó. Tőle nem tudom, mert te még nem tudod, hogy kiről van szó. Hosszabb részlet, jöjjön? Hát, hogyha még egyszer ezt meghallgathatnám, most kicsit fölhangosítottam a rádiót. Na, figyelj. Fogalmam nincs. Hosszabb részlet jön, figyelj. Jó zene egyébként. Ismerős, de nem tudom. Olyan jó zene. Aha. Olyan jó. Hallgassuk még kicsit. Olyan lehet, jó. Nyugodtan. Tényleg. Na figyelj, tényleg jó. És kétszer is elsütötte a zeneszerző. Az a legnagyobb. Eladott kétszer ugyanazt a motivumot. Eladta kétszer ugyanazt a zenét. Ezt. Figyelj. A Gladiátorban, amikor a Russell Crowe bent van az arénában, ugyanez hasonló a téma, így kétszer elsütötte. Ügyes. Ilyen vágtáznak, lobogó hajakat látok. Egy darab ló nincs. Aha. Jó, akkor nem jó. És hajunk se sok. Motorcsónakkal száguldoznak az óceán vizén. Ezt sütött el kétszer, ami most jön. Ez volt a Gladiátorban is. Na, semmi? Semmi. De kár pedig nagy zene. Hát ez a Karib-tenger kalózai lett volna. Milyen jó benne a Johnny Depp. És milyen jó film. Ez egy jó, mert megnézem ezt a filmet a zene miatt. Ja. Tudod, hol volt még jó a Johnny Depp, Jani? A Félelem és reszketés. Terry Gilliam. Az nagyon jó volt, illetve hát még az Álmos vagy legendája szerintem az igaz. Igen, igen. Na jó, de volt 100 filmje, ugye? Ahhoz képest azért szegény. Az utóbbi 10 éve nem tudom, hogy csinálta jót. Donnie Brasco, fedőneve Donnie Brasco. Az is egy jó film. Na, még egy kicsit ülünk itt, azért csak meg lesz egy 10 jó. Na jó, azért volt. Na jó, tényleg mindig mellé nyúl, de volt 10 jó. Csabikám, neked ki a kedvenc színészed? Nagyon nincsen, mindent megnézek. Ben Stiller talán az, akit nagyon szeretek. Ben Stiller, csak mondom, hogy jön a Zoolander 2. Aki látta az egyet, azt tudja, a legmenőbb film a világon. Zoolander. Nézzétek meg, ha nem láttátok, rettenetesen beteg film. Hihetetlen túlzások. Hihetetlen túlzások, igen. Én egy olyan világban akarok élni, amiről a Zoolander szól. Jön a Zoolander 2, de hát ez neked akkor nem sokat mond. Hát nem. Csabikám, óriási játék volt. Hatalmas. Köszi a játékot. Ilyen másik ne legyen. Ciao, hello. Hello, szia. Hello. Tényleg. A magyar Zoolanderbe te lennél benne is istenes, Bence. Igen? És olyan akarna lenni mindig, mint te. És már nagyon jönne, de nem érne oda. És aztán rájönnétek, hogy együtt kell csinálhatok. De jó mert film. Csak együtt lehetek igazán nagyok. De jó film, igen. Na, 3 perc van pontosan 8 óra, várunk friss közlekedési híreket, küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk, Ákos, híre jutam. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt 10 perccel, szép reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon, hétfő van, egy újabb hét indult el, remélhetőleg velünk, és jön a kánikula hőségriadó, a gatyánk is lerohad majd rólunk, állítólag 38 fok pénteken. 38 fok
Pénteken, nem, de nagyon durva, most láttam az időjárás jelentést az egyik kereskedelmi csatornán, úgyhogy nagyot rúg még a nyár belénk, és utolsó leheletével is küzd, nem lehet okunk panaszra. Tehát volt egy 6 hét, amikor nagyon durva volt, pici szünet, most másfél-két hete, és most újra a következő két hétben jön a meleg és a nyár, az igazi nyár. És kitart sokáig? Vagy azt nem tudom, jövő héten szerdáig, csütörtökig mondják, hogy majd akkor addig egészen biztos, hogy jó idő lesz. A hosszú távú előrejelzés a meteorológiában szerintem az már a találgatás kategória. Nem? Igen. Tehát kettő egy napnál hét tovább. Igen. Na, másfél hetet látnak szerintem, úgyhogy addig biztos, hogy jó. Hol van ennek a gépnek a klaviatúrája? Ott. Hol a gép, hol a klaviatúra, hol a dugó, hol a izé. Egy-két SMS gyorsan, hogy mi a helyzet az utakon, már is, most. Azt mondja, hogy nézd. A kesú miatt van, én tudom. A kesú diótól. Azt mondja, hogy Balaton akaratján KPMS kontroll 71-es főúton, M3-as Budapest felé a 139-es kilométernél autó az árokban hirtelen megállásra lehet számítani. Mérnek a 44-esen Békés Szent Andráson, aztán az M0-áson az M7-es felé Csepel, Halásztele kihajtónál egy autó lerobbant a belső sávban, ott is dugó lesz. Baleset történt a Megyeri hídon, Máté küldte nekünk, valamint befelé a Szentendrei úton a Bogdáni úti busz megállónál két vizes autó a középső sávban. Ők vajon mit csinálnak? Két vizes autó. M5-ös autópályán migránsok egy csoportja gyalogolt Dabas közelében Budapest felé, valamint a 26-os főút Sajó-Babonyi kereszteződésben drága fotók készülnek. Ott is menjetek lassan. Ezek új migránsok, vagy pedig a reggeliek tovább jutottak? Hát ez egy jó kérdés. Ugyanaz az autópálya? Csak más a kilométer? Hát akkor gyalog eljutottak odáig, vagy fölkéreckedtek valaki. Menjenek már le róla. Nem jó helyen mennek. Szegények, menjenek le, menjetek le, mert gond lesz belőle. Igen, gond lesz belőle, nehogy elüssenek benneteket. Figyelj csak, na, ez a filmes ügy most megfogott. Melyik? Van ez a Johnny Depp, és láttam egy filmet nagyon régen, és nem tudom, hogy segítsetek. Az a film... Hogy melyik filmre gondolsz? Hogy igen, hogy egy nem tudom a címét, meg hogy ő volt-e benne. Aha. Meg hogy miről szólt viszont a film. Viszont sokat ámpan. Hát nagyon, megfejtjük. Jó, ezt az első mondat. Ne zavarj össze, ennyi részt vettem minket. Van egy hapsi. Eddig. Igen. Tehát egy srác, egy csávó. Igen. Egy ilyen fiatalos csávó. Van egy felesége. Megtyárját, ez jó filmnek ígérkezik. Nem rossz, nem Sundance fesztiválos, mert az ott van a két kísérleti jellegű. De az érted, van egy felesége. A hapsi felesége, de azt hiszem ügynök a hapsi. Aha. Igen. De lehet, hogy nem ügynök, de az el ügynök kell halála. Menni. Nem. Ja? Ne arra emlékeznék, erre a címre. Nem, tehát el kell mennie, elindul, megy. Megy és találkozik egy nővel. Az, és Angelina Jolie a nő? A szőke vagy barna nő? Idős vagy fiatal? A Brad Pittnek a felesége. Így igen. Már tudom. Ő az? Vele találkozik? Nem. Johnny Depp játszik benne? Nem tudom. Ezt nem tudom. Na, most jön a lényeg. Most nagyon figyeljetek, mert találkozik egy nővel. Akinek el kell otthon játszania azt, hogy neki van férje vagy hapsia. És ez a srác ezt bevállalja. Ez valami spanyol sztori, azt hiszem. Spanyol? Nem biztos, de lehet, hogy ilyen. A lényeg, hogy szőlőültetvényük van. Szőlő? Szőlő. Akkor nincs. Ültetvény. Szőlő. Nem szőlő. Nem szőlő. Szőlő. Oliva. Ültetvény. Ez nekem nincs meg. Oliva. És elkezdenek, és elkezd dolgozni a srácot. Nem lehet, hogy csak éretlen szőlő? Lehet. És leég az egész ültetvény. Ez valami ízaurásztori. Leég az egész ültetvény. És gyökerek. Igen. Az lehet, és az a lényeg, hogy ugye nem fogadja be a család a hapsit, mert érzik, hogy valami van. Igen. Igen. És ő menti meg az egész ültetvény, de vagy szőlő, vagy oliva, hogy, mert megmarad a főtőke, és ő arra emlékszik. Az egyik fa, másik bokor. Nincs meg ez a és lángol az egész vidék. Igen? Nincs. Lángol az egész vidék. Mennyire voltál kész, amikor ezt láttad? Ezt nagyon régen láttam. Mennyire voltál matra csöcsre vágva, amikor ezt a filmet te nézted? Akkor még Dianetitunk. Mennyit gombáztál? Akkor még Dianetitunk almaborral, amikor ezt láttam. Éget lángolt az egész kanabisz ültetvény, de volt egy ember, aki megmentette a fű kanabisz. És elfogadta az apja. Lángoló ültetvények, elfújta a szél. Igen. Ez így kevés? Scarlett. Hát ez nekem nincs meg. Kutya fáját. Meg úgy felvillanyozódtam ettől a Johnny Depptől, hogy mintha ő lett volna benne. Azt mert ez olyan szomorú ez Feri, a film. Feri, egy jó szar film lehetett. Aha. Tehát ezt megmondom nem neked. Nem csoda, hogy azóta nem mentél a moziba. Igen, jó rossz film lehetett. Gyerek. Ez volt az utolsó filmes élményed? Ez. Ez 78-ban szerintem, de...
nem olyan nem volt az olyan régen, csak valahol így belefutottam, és mintha ez az egyarcú fiú lenne benne, ez a Johnny Depp, ez mindig szomorú. Uh-huh. Nem? Mondjuk Keanu Reeves játszik benne, azt írják. Keanu Reeves, ugyanúgy néz meg ki. De nem baj, az Alien 3 volt, írja. Keanu. A Keanu. Keanu. A jó kis Keanu. Lehet. Igen, őt én nagyon kedvelem. Ő jó. Ő is egy nagy színész szerintem egyébként, hogy kicsit mindenhol ugyanolyan. Csávú. Igen, de kicsit azért mindenhol ugyanolyan. Nincsenek igazán kirúgó karakterei, nem? Ő is mindenhol szomorú, ezt a szomorú, kicsit ezt a szomorú indián fejet hozza. Aha. Egyébként. De mint karakter jó. Nagyon jó karakter. Karakter jó. Én a Konstantinban, a démon vadászban imádom. Jó volt, igen. Nagyon jó. Na, itt van. Anna, hello, mi újság van? Jó reggelt. Na, mi a francot akarsz? Bejöttem. Ez már egy hétfő reggel, hogy mindenki mond valamit, igen, mindenki kicsit hozzád, de én szeretem, nem kell minden adásnak ugyanolyannak lenni. Tessék, egy percben, Anna, tessék. Figyelj, ezt vártam, én komolyan nem akartam elvenni a hallgatókkal a lehetőséget. Anna, 13. kerület, egy percben, tessék. Így van. Figyelj, olvastam egy hírt a neten, és totál kiakasztott, és majdnem betelefonáltam az előbb a rovatodba, a friss rovatba. Az milyen jó lett volna? Gondolkodtam. Anna vagyok, innen a szobából, azért hívtalak benneteket, mert kiborultam. Igen, de tényleg. Na mondd, oldjuk meg, gyerekek, törekedjünk arra, hogy mindenki lelki problémáját megoldjuk. Mi a baj? Képzeld, elkövetkező fölment a közös költség? Uh-huh. Hát, az hagyj. Emelkedett a csirke farhát? Hát, de őrület, hogy mennyire. De nem akarják féláron kiszedni a szemöldöködet? Nem kaptál csoportos kedvezményt a szemöldöködre és a lábadra? Nem, az sem. Ez igaz. Ez mind komoly probléma. Támad a narancs megoldás. Megjelent a cellulitis? Azban állnak, de elvérezni látszanak. Többet akar a Peti 20 év után? Nem, ennél komolyabb a nem mond. Képzeld el, azt olvastam. Nem, te leszel az osztály bizalmi. Leváltottak, mint SMK-st. Meg sem próbáltam. Annyira jók az SMK-sok, hogy nem megyek a közelükbe sem. Nem, hanem hogy mobiltelefont kap Magyarországon az összes elítélt rab. Én ezt olvastam. És én ezen... Meleg a pite. Kicsit kiakadtam. De hát ahol annyi férfi volt összezárva ott azért. Előfordul az ilyesmi. Hogy meleg a pite? Arra gondolsz? Ezt én is olvastam, igen, ez azt hiszem, jól olvastam, ez egy ilyen uniós joghoz való alkalmazkodás. Ez egyelőre csak egy bulvárlap hozta le, tehát várjuk meg, hogy mi lesz ebből, nem mintha nem lehetne valóság alapja. De hogy igen, hogy a rabok mobiltelefont kapnak, igen. És érdekes a dologban, hogy ezek ilyen különleges telefonok lesznek elvileg, ugye, hogy szétszedhetetlen telefonok, minden esetre hát egy kapcsolattartón keresztül tudnak a külvilággal beszélni, ugye? Uh-huh. Igen, végigolvastam a cikket, tehát így van, ahogy mondod, és ott nyilatkozik benne egy kriminálpszichológus, aki elmondja, hogy erősíti a kötődést a hozzátartozókhoz, és ő megnyugtatja a fogvatartottakat. Tudod? Csak én azt gondolom, hogy ők oda kerültek valamiért. Hogy akkor nem aggódott a kötődés meg a különféle családi dolgok miatt? Tehát te nem adnál nekik mobiltelefont? Nem, én biztos, hogy nem adnék nekik mobiltelefont. Nem. Mert ugye ennek van egy beszerzési költsége, van egy üzemeltetési költsége, amit az adófizető állampolgár fog fizetni. Csak mondom, ugye? Tehát, hogyha erre is gondolsz, erre a dologra. Meg próbálom értelmezni azt, amit Anna mond, hogy ez majd segít. Miben segít? Tehát kötődsz, és akkor szebben fogsz hazamenni, mikor lejárt a büntetésed, és nem akarsz többet bekerülni a börtönbe, mert emlékszel arra, hogy mennyire hiányzott anya hangja. Meg olyan fura az egész. Ez most... az, hogy miért nem akkor viselkedett úgy, hogy kerüljön oda, akkor nem hiányzott anya hangja? Én régen voltam, már sitten, de hogy... Eddig nem lehetett hazatelefonálni? Dehogy nem. Szerintem igen. De nem. Vagy meghatározott alkalommal. Igen. Tehát mit havi egyet csörök. Hogyha kapsz majd egy ilyen telefont, akkor gyakorlatilag bárkit, bármikor hívhatsz. Hát tehát ez nem annyira jó bűnözőknél. Tartott téged hívni nem hívhat senki, ugye, tehát nem csöröghet bent. Háló, mondja, tökig van az aksin, beszélj nyugodtan. Tehát nem erről szól. Te hívhatsz, és 4 vagy 5 telefonszámot kell megadnod, vagy van egy kapcsolattartód, és akkor a kapcsolattartódon keresztül hívhatsz te 4-5 számot, tehát nem akárkit, és nem bármeddig. Tehát valamennyire próbálják azért ezt szankcionálni. És azt, hogy például, hogy fogják ellenőrizni azt, hogy az, akivel beszélsz, az ténylegesen hozzátartozó, vagy családtag, nem pedig például a bűntársad. Tehát kimegy valaki?
akivel hívsz, mondjuk megbeszél. Jó, igen, akkor anyát. Kimegyünk a Kossuth utca. És mondok 32. három olyan mondatot, ami egyébként tényleg úgy hangzik, mint hogyha ha egy családi beszélgetés lenne. Egyébként meg arról szól a történet, hogy hogy tüntessen el mondjuk akik a rabok, azok ember már, bizonyítékokat. Akik rabok, azok már ugye töltik, tehát ott már igazából nem nyomozati szakaszban van a dolog, tehát olyan sok minden nem tudsz csinálni, mert a jogerős ítélet van. Tehát akkor már nem tud elmondani, hogy menj ki a vedelő a pénzt. Hát de az előzetesben lévők nyilván nem. Tehát, hogyha te hátráltathatod a nyomozás, bizonyítékokat tüntetsz el, erre szolgál például az előzetes, ugye, hogy ezért nem enged neki. Tehát, ha neked már, ugye tulajdonképpen meghozták az ítéletet, akkor te már mindegy, mit csinálsz, mert van egy jogerős ítélet bent, vagy három évig lezárták az ügyet, ott már aztán te telefonálgathatsz, tök mindegy. Az és már az ítélete nem... például. És mivel, hogyha már valamiért a jogerős büntetésedet töltöd, de több ügyben is zajlik ellened, vizsgálat. Hát igen, ez egy jó kérdés, de szerintem ennek igazából persze van egy befolyásoló ereje ugye mondjuk a nyomozati szakaszra, de inkább itt te, mint kívülálló, aki civilként, honpolgárként ezt végig hallgatott, hogy azok, akik bent ülnek, azok megint kaptak valami extra juttatás, ami nem biztos, hogy járna nekik. Hogy aztán ezzel most mit tudnak csinálni az részletkérdés itt, mint inkább ugye, mint egy érzet, vagy mint érzelem, hogy megérdemlik-e ők a mobiltelefont, vagy kapjanak-e valójában mobiltelefont. Ugye itt ez a kérdés. Én nem érzem büntetésnek, tehát ezt az egészet. Ugye márciusi hír volt az, hogy Strasbourg elítélte Magyarországot amiatt, hogy szűkek a börtön körülmények. És ugye kártérítést kell fizetni. Sorra nyerik a magyar állam ellen a kártérítési pereket. Szűk. És akkor ők arra hivatkoztak, hogy túlzsúfoltság, meg lefogytak, meg nem megfelelő étel, meg szűk a cella, meg magánszférájuk védelme, meg egy... De hát ugye ez már egy szanatórium. Hát az üvegkótájuk a kajába... Ja, nyilván nem jöhetsz ki, ebben igazad van, hogy az ugye a nagy büntetés. Hát, de ha motiválni akarsz például valamivel, mert ugye Anna azt mondta, hogy ez a cél benne, akkor miért nem csinálod azt, hogy jó magaviseletért a havi egy telefonálásodat, először megemelik havi kettőre, aztán négyre, nyolcra. Felfoghatatlan egyébként, valóban igen. Van egy vonalas telefon, ahova odamész, megmondod a számot, és fölhívod anyu. Uh-huh. És akkor oké, de hogy akkor ez most 0-24-ben neki rendelkezésére áll, ott lesz a cellában egy ilyen telcsi. Ott lesz a cellában egy telefon, ami azért felfoghatatlan, hogy például aki nem erőszakot követel, aki embertől, aki többszörös gyilkos, aki visszaeső, aki nem tudom, gyerekeket bántalmazott, vagy tényleg ennél durvább dolgokat is csinált, vagy még durvábbat, ha lehet így mondani, hogy milyen jogon telefonál az én pénzemen. Tehát ezt mondjuk én sem tudom megérteni. Nem. Abban benne lennék, hogy az egy jogos döntés, hogy mondjuk különbséget tegyünk bent lévő és bent lévő között, mert azért persze. Kell és lehet is különbséget tenni. Tehát nem mindenki ölt, nem mindenki többszörös gyilkos, nem mindenki visszaeső, de az, hogy ők például még milyen jogon telefonálnak, tényleg, tehát mondják meg azoknak, akik egyébként elvesztették a saját családtagjukat, mert egy ilyen barom mondjuk megölte, hogy az az ember meg ott fog majd telefonálgatni bent a börtönben. Hát aki vesztett már egy családtagot, vagy bántották, vagy ölték meg családtagját, nem hiszem, hogy úgy gondolkozna, hogy persze telefonáljon nyugodtan. Persze. Nem? Hát, más az Európai Unió, meg ugye azért tehát nem ezt nézi, hanem azt, hogy mihez van jogod, meg igen, hogy mit érdemelsz meg. Igen, nekem hogy... már, tehát túlnőttem magát ez az egész az én véleményem szerint. Tehát, hogy az a durva szerintem ebben, hogy kivétel nélkül mindenki. Tehát ebben igen. Szerintem ez a legfontosabb, hogy kivétel nélkül mindenki. Lehet különbséget valamihez tenni. Kötnéd? Hát tehát nyilván igen. Az elkövetés súlyához, vagy a benti viselkedéshez? Nem, hát nem, az elkövetésére. Tehát van, akinek soha nem annék. Tehát van, aki egész egyszerűen élete végig ott rohadja meg a börtönben, és nem. Tehát aki mondjuk tényleg embert ölt, gyilkolt, rabolt gyerekeket, milyen jogon ülő a cellájában és vidáman telefonál, nem? Persze. Tehát, hogy soha, semmilyen körülmények között. És, abszolút nem. Hogyha úgy nézzük ezt a dolgot, hogy később mondjuk ez a szankcionálásnak, mondjuk ennek a telefonnak a megvonása, a szankcionálásnak egy nagyon jó formája lenne, mert azért azt tudjuk, hogy ezeknek az embereknek, ha egy fontos dolgot kellene mondaniuk, akkor legtöbb esetben ők mondjuk 99%-ban a családot mondanák, meg azokat a barátokat, meg családtagokat, akik otthon maradtak. Ha mindenki kap egy ilyen telefont, és adott esetben valamilyen vétséget követel bent, mondjuk, mit tudom én, valamilyen erőszak, verekedés elveszi a másiktól, atrocitás, terrorizálás, stb., és megvonják tőle ezt a telefont, az nem egy jó szankcionálási forma? Hogy elveszik tőle a telefon? Hát nézd, aki dolgozott börtönben, meg... Nekem van ismerősöm, és azt mondta, hogy egy bizonyos szintű ölt, amikor már nincs vesztenivalód, akkor semmivel nem tudnak szankcionálni. Tehát ha benn vagy 30 évig, benn vagy 40 évig öltél háromszor, egyszerű vagy, mint egy fajék, ott aztán mondhatod, hogy majd nem tudsz telefonálni, mert pont leszarja. Bocsánat. Tehát, hogy ezeket az embereket, hogy egy bizonyos szint fölött már nem tudod, hogy szankcionálni. Ha csak nem úgy, hogy tényleg leválasztod mindenkiről, nem mehet ki, nem láthat napfényt, és bentül nem tudom magánzárká, vagy nem tudom, hol mondjuk egy hónapig. Ott már szólt, hogy Józsiká, most háromból csak egyszer telefonálsz. Na puf. Tehát, hogy hát meg ha többen vannak, majd elveszi a másét, nyugtasd meg. Tehát, hogy magánzárka kell. Jó, de nyilván nem. Ez a nem hívhat bárkit, tehát, hogy...
Hát, igen, én bizonyos dolgokkal egyébként egyetértek, mármint amit az Európai Unió képvisel, hogy igenis ezért ember módjára tartsuk őket, tehát nem kell állatként tartani őket, az, hogy 40-en vannak, hogy egy WC van, hogy hetente egyszer fürödhetnek, azt én azzal egyetértek, tehát nem kell senkit állatként kezelni, mert az embert azt különbözteti meg az állattól, hogy különbséget tudunk mi is tenni, hogy kivel hogy bánunk, még ha okunk is lenne arra, hogy kezeljük azt az illetőt, aki mondjuk bement és öt embert mondjuk megölt. A másik véglet, amit ugye hát skandináv országok csinálnak, ha megnézed a norvégoknál, a svédeknél, a Breivik most végrehajtás. Mit kér be? Nintendót. Nintendója van bent, konditerme van. Konditerme van bent. Probléma volt, hogy őt hova tegyék, tudnélik, ott csak olyan börtönkörülmények vannak, ami egy középkategóriás szállodával ér. Nincs bűnözés különösebben olyan szinten, ebből kifelag ő neki új élete van. Szanatórium. Magyarországon túl zsúfoltak a börtönök, erről is ugye volt szó márciusban a strasbourgi döntésnél, hogy kellene ugye nagyon sok pénz, sok-sok millió fejlesztésre, meg arra, amit te mondtál, hogy normális körülmények legyenek. Én se azt mondom, hogy szanatóriumot mondok, tehát az, hogy 40-en hát vannak egy cellában. És kártérítést kapnak, 21 néhány millió forintot, tehát hogy mert miért? Az én anyám 78 ezer forint nyugdíjból él, mert miért is van ez? Az én anyám ledolgozott 31 néhány évet, és rendes, tisztességes asszony. Neki meg van, érted, és ezt elmondhatja az országban marha sok ember. Őket meg, hogy ne legyen. Hát 40-en vannak egy cellában, nem mint az állat. Hát igen, sajnos zsúfolt, igen. Ő több a fejkvóta nekik a kajára, mint az én lányomnak az iskolába. Vagy a kórházba. Vagy a kórházba betegeknek, mert miért? Ja, mert hogy nekik jól kell étkezni, hogy nehogy probléma legyen, meg egészség, meg többe kerül. Nem érdekel. Uh-huh. Tehát én úgy érzem, hogy mobiltelefon, túlzsúfoltságra fizetünk az állam kártérítés Strasbourg döntése miatt. Tehát már ott tartunk, hogy több joguk van, mint egy normális embernek, egy normál állampolgárnak, aki csak él és teszi a dolgát. Megteszünk téged harmadik műsorvezetőnek. De tényleg zavar. Na. Igen, de azért tetszik, hogy a határozottabb mersz állást képviselni egyébként. És tényleg ez van, hogy én azt érzem sokszor, tudod, hogy te csak úgy vagy egy szürke állampolgár, te teszed a dolgot, fizeted az adódat, élsz, és mellette persze lehet mérgelődni egy csomó mindenem. Például ezen, hogy mobiltelefont kapnak. Hát igen. Hogy ne kapjon senki, azt mondod? Nem, ne kapjon senki. Uh-huh. Mert aki olyan enyhét kapott, az, amit a Feri mondott, az úgyis úgy van. Szerintem biztos vagyok benne, hogy megengedik, hogy hazatelefonáljon. Ha meg valaki már olyan súlyos bűncselekményt követett el, hát akkor ennyi, végig kellett volna gondolni az életét. Igen, nincsen család. Hmm. Igen, kell egyfajta büntetés. Hát mi a büntetés már ebbe? Hát most már jön a jacuzzi, lassan ott tartunk, meg masszázs. Hát kell nekik masszázs, mert ropog a válla. Igen, szeretem, hát hogy ebbe egy elkezdtem bele hát a válla, hát akkor nyomjuk. Hát de most, ha ezt megkapod, ha megkapod a mobilt, akkor mondhatod azt, amit annak. Nem, valóban felháborító. Valóban felháborító. Persze. Jó, de mondjuk, hogyha a fiad lennék, én nem mernék hazamenni egy ötös halával, az biztos. Hát a gyerek úgy adja oda otthon a bizonyítvány sírva, anya, becsúszott egy ötös alá. Ez jó. Mi a legjobb jegy? Akkor mi az az alá? Kérlek, ne verj meg. Nem, van ebben igazság. Tudom, persze, hogy én vonalasabb vagyok, meg egy kicsit... Nem, abszolút nem. Olyan álláspontot képvisek, ami lehet, hogy annyira nem liberális, és nem népszerű, meg nem vagyok annyira modern. Nem. Van jó ember, meg van rossz ember. Kész, ennyi pont. Persze, nem, én is azt mondom, hogy a liberális gondolkodásnak is van határa. Tehát tényleg, amiről pont az előbb beszéltünk, hogy mit csinálnak a svédek és a norvégok, ugyanakkor ők arra fogják, hogy igen, tehát, hogy visszailleszkednek az életbe, kevesebben vannak a börtönben, igen. Tehát valóban ők is azt mondják, hogy azért hatásos az, ahogy például a büntetés végrehajtást ők intézik. Nekünk ez mondjuk itt fura. Közép-Kelet-Európában egy kicsit fura. Igen. Hát több is a bűnözés. Hát a Beverick is ugye mit kért a szobájába? Konditerme van, tévéje van most éppen, amit te is mondtál. Tehát PlayStation-özni szeretne, és hogy 40 négyzetméteren van, és azt mondja, hogy nem láthatja minden nap a felkelő napot, és legyenek szívesek áthelyezni. Egy ablakot. Közben pedig megölt 70 vagy 80 ember. Igen. Ugye? Hát most senki nem mondja ki, hogy valójában mit szánnál neki élete végéig. Igen. Ugye? Tehát, hogy hova tennéd? Hát abszolút. Lehet, hogy neki már nem lenne hely ezen a bolygón. Hát, igen, ez egy nehéz kérdés egyébként, igen. De ez túlzás valóban, a mobiltelefon, tökéletesen egyetértek. Igen. Tökéletesen egyetértek veled, igen. Köszönöm, fiúk, örülök, hogy betelefonálhattam. Köszönöm. Ez kell ebből a műsorban. Örülök, hogy ezeket kimered mondani. Jó, jót tesz a műsornak. Igazad van, a két ismerősöm is azért ment vissza, mert jobb az életben, mint ki. Na. Ezt Pisti küldte nekünk. Nem sokan mondják ki, jól beszél, rovatot neki. 98.783-as rab vagyok, ha kimegyek, majd megbeszéljük, írja. Na, ez, írja tudom, valaki, na ez, ezektől tartok egyébként, hogy egyszer tuti megjárom. Jó, csak hát, mondom, hogyha... Nem kell dumálni, érted? Biztos. Kedves SMS-özőnek azért elmondanám, hogy ha Anna várnak kint, lehet, hogy nem is akarnak kijönni. Köszi, Jani. Hazatelefonálni, érted?
Igen, Balázs, hárman vagytok, Anna már csak a negyedik műsorvezető lehet. Nem, arra gondoltam, hogy valaki helyett. Zoli. Zoli küldte. Én sokszor befosok, nem merem kimondani a véleményemet. Ki kell mondani. Akár egy személyes tüntetést is szervezne a gyűjtő elé. Kérjük, mert távozzon innen, Ponyicka Anna. Nincs itt semmi látnivaló. Esetek be a könygáz. Igen. Hát szörnyű. Valójában így van. Na jó, reklámozzunk meg, kérezzünk egy picit, jó? Ákos elmondja a legfrissebb híreket. Ha valaki játszana velünk hármasugrást, akkor az nyugodtan tegye meg, hogy ír nekünk SMS, jelentkezik a játékra. Mi pedig jövünk a hírek után. Után. Hírek után? Da. Meg vagy? A legfrissebbek a Klassz FM-en. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan 7 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát ömlenek, özöllenek az SMS-ek, és mindenki Annát akarja, hogy még többször jöjjön be a műsorba, háborogjon. Vagy legalább egy rovatot. Vagy legalább adjunk neki egy rovatot. Mert ugye arról beszélgettünk, hogy egy bulvárlap cikke szerint állítólagosan mobiltelefont kapnak majd az elítéltek, és az összes elítélt magyar rab eddig titkos volt, írja a cikk, de az uniós joghoz alkalmazkodva ezután szabad lesz az elítélteknek mobilt használni a rácsok mögött. És hát arról beszélgettünk, hogy ki mit gondol erről. Nyilván hasonlóképpen gondolkozunk, és senki nem mondja azt, hogy új, de jó, mennyire megérdemlik, telefonáljanak nyugodtan, mert hogy az emberi jogok erről is szólnak, hogy érezzék jól magukat a börtönben. Ezt szerintem nagyon kevesen gondolják így. Minden esetre Anna bejött és leosztott mindenkit. Leosztott mindenkit, hogy már pedig milyen jogon, és megérdemlik, és legyenek telefon nélkül, és egyszerűen nincs joguk telefonálni. Aztán mindenki persze nyilván a saját maga vérmérsékletéhez képest oldotta meg ezt a dolgot, vagy mondott. És hát bármit? Az Annáé ilyen. Tessék? Az Anna vérmérséklete. Anna ilyen. Anna igen. 10-ig lesz 3 rovatunk egyébként, ugye ott van a gyakori kérdések, amit már tesztüzemmódban kipróbáltuk, illetve itt lesz majd az Anna megmondja. Igen. Állandóan az unióra hivatkoznak, most például a rabok jogainál. Az unió abban miért nem szól bele, hogy akkor tisztességes emberek itt is 1000 eurót keressenek, vagy annyi legyen a minimálbér. Nekünk nincsenek jogaink? Vagy hogy a kórházak milyen állapotban legyenek, mennyi legyen a minimum költségvetés? Ugye, ez is egy érdekes felvetés egyébként, a rabok baromi fontosak, hogy jól érezzék magukat és telefonálhassanak, igen. Aztán komfort érzetének javítására költése, írja egy hallgató, a börtön nem azért az, ami, hogy jól érezzék magukat az elítéltek, dolgoztatnám mindent. Hát jönnek egészen szélsőséges hozzászólások is, van, amit ugye nem lehet beolvasni. Azt mondja, hogy azok, akik a hűvösen guggolnak, egyetlen dolgot adnék, levegőt. Törvénytisztelő állampolgárként nem támogatom, hogy az én adó forintjaimból a bűnözőkre költsenek akár 1 forintot is, így nekünk szintén egy hallgató. Amúgy, aki öl, erőszakol, bármi más csinál, viselje a következményeket, felelősségvállalás, 1 szó mint 100, ne telefonáljon. Kaptuk ezt is SMS-ben. Köszönjük szépen. Arról nem is beszélve, hogy bizonyos börtönökben magáncégeknek dolgoznak bennapi 8 órában, és mi tartjuk el őket, havi 20 000 forint a fizetés. Egy büntetés végrehajtási intézetbe szállítottunk párásítót, azt hittük az alkalmazottaknak kell, 3 nap múlva hívtak, hogy vigyünk még fúvókákat, mert lopják az elítéltek. Vajon mire használhatják ezeket a kicsi fúvókákat? Kérdezi valaki SMS-ben. Anna nagyon jó fej vagy, helyed lenne a műsorvezetők között. Ezt Betty küldte nekünk. Köszönjük szépen. Teljesen igaza van Annának, én se adnék nekik egyébként semmit. Tökéletesen igaza van a hölgynek a fogvatartottakkal kapcsolatban. Felháborító, ami az országban van. Nem vagyok beírogatós, de ezt most muszáj volt megírnom. Na. Ideig is eljutottunk. Annát hölgynek nevezték. Igen. Ezért csak rossz rajta egyet. De egyébként igen, sok-sok mindenben igaza tehát, van. Tehát, hogy börtönben vagy valamiért, mert lecsuktak, és ott te még lopsz. Tehát, hogy ott még elhordod ezeket a rohadt fúvókákat. Hát de hogy ne lop? Hát ott mindenért. Mindent lopsz, mindent szerzel, ugyanúgy cseftelsz, ugyanúgy pénzbe kerül minden, ugyanúgy értéke van mindennek, persze. A börtön hierarchiára, erről már csináltunk műsort. Igen, tudom, csak akkor valami az étel, nem működik. Az étel, a cigaretta, a tisztálkodószerek, hát ott minden pénzbe kerül, mindenért harcolsz, lopsz, szerzel magadnak, persze. Értelek, csak akkor valami nem működik. Hogy? Mert, micsoda? Tehát akkor az intézmény maga nem működik, és nem azért, mert lehetőséged van lopni, hanem hogy akkor
nem teljesíti be a funkcióját, mert azért van bent, mert kapott egy büntetést valamiért, amit ő elkövetett, plusz azért, hogy megváltozzon és jó útra térjen. Igen, de az a baj, hogy, hogy itt most egy érdekes dolog van, tehát ez a fajta ellentmondás, ezzel kellene valamit kezdeni. Most mondjuk például ezt a túlzsúfoltságot. Túlzsúfoltság ez nem azért a probléma alapvetően, mert hogy az emberi jogaik alapján, vagy az emberi jogaik miatt nekik mondjuk járna az, hogy, uh-huh. hogy kevesebben legyenek egy cellában, és hogy mondjuk ne 3-4 emeletes ágyakon aludjanak, hanem azért nagy probléma, mert többféle bűnöző van. Az a bűnöző, amiről Balázs is beszélt az előbb, hogy mondjuk tényleg lehet mondani, mondjuk így sarkítva egy picit, hogy menthetetlenek. Tudjuk, hogy semmi veszteni valója nincsen, őt nem érdekli semmi, se Istent, se embert nem ismer. Meg van az, akit te mondtál most, akit ugye börtönbe zárnak azért, hogy egy picit mondjuk így jó útra térítsék, vagy pedig, hogy visszavezessék a társadalom felé. Hogyha ezeket az embereket összezárják, és együtt vannak bent mondjuk egy ilyen túlzsúfolt cellában, akkor még az is, aki menthetetlen, az oké, az menthetetlen, de aki menthető lenne, még az is olyanná válik hosszú távon, mint amilyen ez a menthetetlen kategória. Hát nem mindenkit zárnak össze, azért nem véletlenül a büntetés végrehajtásnak is több fokozata van, tehát van ugye a fogház, van a börtön, nem. van a fegyház, azért nem. Jó esetben nem, de amikor mondjuk, amikor ilyen óriási helyhiány van, meg tényleg azt hallott, hogy 3-4 emeletet ágyakon fekszenek, és alig néhány négyzetméter jut neki, akkor tényleg ez nem arról van szó, hogy mindenkit összezárnak egymásra. Nem, azért ez nem teljesen így van, tehát azért nem véletlen van, mondom, a fogház, a börtön és a fegyház, ugye ez a három, ami más. Tehát, hogy te véletlenül elütsz valakit, aki a zebrán eléd lép, és véletlenül elütötted, és kaptál mondjuk 8 hónapot, akkor téged nem fognak összezárni egy olyan emberrel, aki mondjuk 8-szor ölt, 6-szoros visszaeső, 6 nem érőszakot követett el, és éppen nagy valószínűséggel megkésett téged is. Tehát azért ezeket még így próbálják szeretni. A gyilkos és gyilkos között is van olyan értelemben különbség, hogy van egy első rablógyilkos, aki mondjuk... Hát gyilkos és gyilkos összezárnak. Azt nem tudják azért, ott nem tudnak különbséget tenni, hogy te előre elgondolkod, te csak úgy megölted, te véletlenül ölted. Pedig te... van különbség. Nyilván van különbség. Ne, gyilkos és gyilkos között, hát ott már csak jogi értelemben van különbség. Nem tudom, hogy különbséget tudsz tenni igazából. De hát ez már nagyon moralizálás. Aki embertől, az embertől. Figye, hogyha valaki mondjuk megüt valakit hogyne. Adott esetben, mondjuk erős felindulásból, vagy mondjuk vagy szerencsétlenül mondjuk egy verekedés, vagy ilyesmi. Persze. De a BTK ugyanúgy szerint ott kerül... is különböző kategóriák vannak, hogyne. Tehát a BTK különbséget tesz ölés és ölés előre között is. Hogyne, persze. Na innegy, menjünk egy kicsit tovább, jó, játszunk. Hármas ugrást az egy picit vidámabb, így hétfő reggel itt van már is a játékosunk, és már is játszunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Hello! Itt vagyok. Hello, Norli, mi mit hallgatsz? Hello. Tessék? Mi szól mögötted? Vagy ki szól? Hát, aha. Ki szólt? Most kész, Norbi meglépett. De nem olyan, mint a megszakadt volna egyébként. Itt nálunk, itt van bent a pulton. Uh-huh. Itt vagy, Norbi? Ha itt van, csak csinál. Szellem a gépben. Norbi! Halló. Ha itt vagy valahol, jelez. Emeld fel a kezed. Igen. Aha, vagy úgy. Hát. Ez már elátkozott reggel, technikailag mindenféleképpen, gyerekek. Technikailag mindenféleképpen, igen. Igen. Ha előzetesben vagy ott bárkivel összeraknak. Pedig melyik van itt? Norvikám, szia! Na, hello. Hova tűntél? Hát nem tudom, nálatok van a probléma, nem nálam. Te meg voltál magadnak? Meg, persze. Az jó. Te nem tűntél el, te ott voltál, ahol vagy, akkor az jó. Ha egy másik helyen vagy most, mint ahol az előbb voltál, az nagy baj. Hát még mindig ugyanitt állok ebben a kis szögben, de mondjuk igen. Mit csinálsz ott, Norvi Szegeden? Hát. Állok éppen. Aha, na jó, oké. Okay. Amúgy dolgozok éppen. Mit dolgozol? Hát stúkozó vagyok egy szegedi cégnél, és itt most éppen apátarácsot gyártunk. Apácsarács. Még már ők is szöknek. Igen. Hát ez a világ sajátja, már az apácák is szökni akarnak. Milyen világ ez? Igen. Lámpoltás után este kimásznak. Mi? Hogy egy picit? Nem, amúgy ez egy babuszgoló készítő cég, és akkor itt ilyen vannak palidíszek, meg apácsarácsok, meg mindenféle is csinos termék. Na jól van. És mi szólt ott az előbb, amikor adásba kapcsoltunk? Mit hallgattatok? Kollégám dolgozott éppen, és telefoncsörgés volt. Igen, igen. Na jó, oké. Okay. Milyenek a kérdések, Jani? Úgy elviszi, mint a pinty, a pasztartot legalábbis. Köszi. Na, mehetünk? Persze. Így szól az első kérdés. Milyen sporttevékenységet végeznek a Cooper teszt során? Futás. Így van, hát futni kell egy kicsit. Igen. 12 percet. Így van. Utáltam. 12 percet. Aztán, hát menjünk-e tovább?
persze. Baseball sapkáért így szól a második kérdés. Melyik kontinensen őshonosak a vikunyák? Dél-Amerika. Úgy van. Nagyon jó vagy. Hátulról jött a segítség. Ki volt? Nem. Kollégám a Gábor volt. Na, ha mi nem a munkájára koncentrál? Hát ne, éppen most mi játszadozol itt már? Na, bejön vagy egy baseball sapkával és egy pasztartóval, ha megállsz. Ha kockáztatsz. Milyen a harmadik kérdés? Jó, nehéz. Hát, de milyen jellegű? Nehéz. Jó, hát akkor. Ja, megmondom neked. Látok, menjen. Jó, segíti, menjen, mindig meg szoktuk mondani, a tudjuk, hogy definiáltó filmes kérdés. Na, hát az addig mindig ment. Igen? Hát, nagyon nem, csak. Egyszer minden vége szakad. Azt írják a hallgatók, olyan a hangod, mint a fonaljáró srácnak. Na, ez nagyon jó. A domináns tonalitás. Hát azért nem, de majdnem. Na figyelj. Azt mondja, hogy ki alakította a Gladiátor című Ridley Scott filmben Joaquin vagy Joaquin Phoenix? Joaquin Phoenix. Pont. Joaquin Phoenix. A Gladiátor című filmben. Rátóti Zoltán. Nem, kit alapított? Tehát, hogy én nem láttam ezt szerintem, ez se. Aha. De hogy... Ez egyik legnagyobb alakítása volt. Rátodi Zoli óriásit játszott egyébként, komolyan mondom. Kit alakított, jó? Igen, nagyon Jászai díjas magyar színész, jól tudom, de hogy nagyon-nagyon. Emlékszem, amikor az egész aréna felállaton volt, hogy Rátóti! Zoltán! Kit alakított a Gladiátor című Ridley Scott filmet? Joaquin Phoenix. Csúlya Imrét. Hát, Halucs Illát. Tessék? Te nem. Mi most mit mondtál? Komondusz. Komondusi Varánusz. A komondusi Varánusz meg a négylábú komondusz. Jézusom. Hát itt teljes volt a zavar. Igen. Hát ez Komodusz császár. Igen. Gondolom erre gondoltam, mint Komondusz. Hát, ja, itt azt mutatja a Wikipédia, úgyhogy igen. A híres négylábú fenevad a Komondusz. Igen. Amiben az lehet többször elbotlott. Nem, de ez csak azért volt, mert már láttad a filmet egyébként? Még régebben. Mert hogy egy régi film? Hát persze, 2000-valahányos, 2002-3. Nem tudom pontosan. Jó, oké, hát köszönjük szépen. Ez nem. Viszont harmadik kérdés volt, úgyhogy bum az egyet, jó? Jó. Na figyelj, mennek az ajándékcsomagok. Tessék? Mit mondtál? Hogy? Várj, mit mondtál az előbb? Mondom, Béla Ordíjon. Béla Ordíjá? Akkor jól értettem. Atya Isten. Volt bum? Na, volt már egyike. Bum! Nagyobbat kéne. Na, bum! Na végre. Ajajajajaj. Bélára gyönge, hogy nem a 45 éves, aztán már három keresztjének. Sajnos semmi. Hát ez nálam semmi. Nem nálam baj, nem. Azért legalább játszottunk együtt. Nem villog. Nem baj. Majd legközelebb. Köszi a játékot. Ó, én köszönöm. Örültem, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra, jó munkát. És hello. Ciao. Hello. 3, 2, 1. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, hát ez nem ment. Nem. Mit érthetett, milyen kérdést, hogy kit alakított, hogy... Hát, hogy, ki volt a magyar hangja, aha, vagy nem tudom. És akkor innen jött a puli, kubasz, komondusz. A híres, retteget négylábú komondusz. A szőrhullató komondusz. Igen. Na, hát így állunk jelen pillanatban, gyerekek, úgyhogy egyelőre nem. Nem sikerült megnyerni. Mi van a malájgéppel? Kiderült valami? Új alkatrészt találtak, igen? Állítólag egy ajtó, ami megint csak állítólagosan, de megint a géphez tartozik. Úgyhogy lassan jönnek a darabok. Még érdekes, hogy ezeket egyszerre sodori az óceán. Meg ugyanoda. Hát igen. Mondjuk, ha valami áramlatba berekerül. Most partra, most került egy áramlatba, ami most sodorta ki a partra. Ez ennyi idő ideig együtt maradnak így körülbelül az alkatrészek. Érted? Tehát most találták ezt a szárnydarabot, most jött egy ajtó, hogy azért ez így viszonylag egyben van. Egy év után is. Hát illetve találtak egy bőröndöt is. Na. Igen. Erről szólnak a hírek. Állítólagosan most már bebizonyosodni látszik, hogy valóban a malájgép. Igen, de legalább benyugtató abból a szempontból, hogy nem
tűnik elnyomtalanul egy gép, amiről beszéltünk. Igen. Nem? Igen. Ez így a 21. században egészen dermesztő volt. A géptípus azt már beazonosították, a szárny darabban látható egy ilyen karbantartási szám is. És hogyha azt sikerül beazonosítaniuk, akkor 100%-os pontosággal meg fogja tudni állapítani, hogy tényleg a malaj gépről van-e szó. Jaj, hol voltam péntek este, még nem is meséltem. Csak nem Zoli, csak nem parti, csak nem... Nem, most nem, mostanában nem, mióta rosszul alszom a gyerek miatt, azóta azért az esti dajdajozások kicsit kimaradnak, meg 9 órakor már zombi vagyok. Nem, voltatok ilyen szabaduló szobában, ahonnan ki kell szabadulni? Nem. Anna, hogy üvölt, igen! Ja, hát szabaduló szoba, volt. Több cég csinálja, tehát nem reklám, 6000-en csinálják már egyébként Magyarországon. Amikor 40 négyzetméterrel laktunk, én mindig ezt éreztem. Már mennék, de nincs kulcs. Mi? Berakna egy baráti társasággal voltunk, beraknak titeket egy szobába, és az a lényeg, hogy egy óra alatt kell kijönnöd a szobából úgy, hogy kérhetsz X mennyiségben segítséget, négyen vagytok, és különböző logikai feladatok alapján kell A-ból B-be, B-ből C-be eljutnod, míg a végén egyébként meg nem szerzed a kódot, vagy a széfnek a kódját, ami megmondja, hogy mit kell beütned az ajtón, hogy kinyíljon az ajtó. Széf kód, ez ismerős. Széf kód, igen. Mi egy klasszik börtönből kellett, hogy kiszabaduljunk, egy olyan börtönből, ami egy cellában vagy, fönt van 12 rabnak az arca a falon, mindenféle jelek, elemlámpát kell találni, be kell menni az alagútba, ki kell nyitni az ajtót, csajpószterek között, kampóra kell akasztani a kis... Csajpóz. Csajpózok van, igen. És szenzációs, én nem játszottam még ilyet. Egyébként soha nem voltam. Négyen voltunk bent a szobában, nem sikerült kiszabadulnunk, tehát benn maradtunk. Mennyi van? 60 perc van? 60 percet van, hogy kiszabaduljál, és a játék lényege, hogy eljutsz-e a végéig. 1-től 8-ig lehet, vagy 1-től 10-ig lehet nehézségi szintet választani, mi egy 8-as szintet választottunk, de egészen sokáig jutottunk. A legnagyobb kérdés, hogy van-e pánikgomb? Mert mi van, hogyha 30 percnél valamelyikőtök bepánikol? Hát, de milyen buligyilkos vagy. Hát de... Ebből ez úgy jön, hogy mi van, valaki bepánikol. Igen. Miért pánikolnál be? Azért, mert négyen vagytok egy zárt helyen, és ott? Megy az időd, és nem tudsz kijönni. És ott egyszer csak elfog a... Feri, ne zsibbassz el. De Jani, de nem. Mi fog el egy 40 négyzetméteres szobába, ahol egyébként kint van az operátor, aki nézi a monitor, van-e pánikgomb? És mi hogy... ez a tatás hozzáállás? Az milyen tatás? És ha jönnek a zombik és elviszik az operátort, ez nem, ez egy börtöncella volt, itt zombik nem jönnek. Képzeld el, hogy voltunk egy ilyen menekülőszobában, baromi jó a dolog egyébként. Te nagyon élveznéd, a tatterek szerintem egyébként nem, te nagyon élveznéd, és azért, hogy logikai feladatok alapján kell kijutnod. Jó. Egyébként most te is megkérdezed, hogy van-e pánik gomb, akkor tényleg el sem magam. Kérdezem meg. Azért. Nem hát de most meg. De ez fontos. Nem. Micsoda? És ha beragadtok. Van-e vérnyomás mérő, meg a dialízisemet, hogy meg tudják csinálni. És nem volt pánik gomb. Nem, eszembe se jutott, hogy van-e pánik gomb. Nem tudom, hogy volt. Nagyon klassz. Ki kell jutna, te biztos, hogy élvezni. Hány feladatot sikerült megoldani? Azt nem tudom hány feladat volt, 10 feladat, a 8-9-nél véreztünk el, ez egy matematikai feladat volt, a falra rakott ilyen matematikai egyenletek alapján kellett volna kinyitnunk a széfet, na, az elmaradt. Na itt volna a Feri, hogyha nem nyomtam volna meg a 12 perc után a pánikgomb. Igen, ha bemenné, menni, de hát te ugye tudjuk, hogy nincs pánikgomb, akkor nem menj. Nem biztonságos. Szóval, hogy jó. De izgalmas volt. Általában vannak belőle különböző olyan nagyon típusú feladatok, és mit tudom, hogy van horror. Van benne ilyen sportosabb, van porno. Benne... Porno. Igen. Igen? Nem akarnék kijutni. Még egy órá. Én teszem le a pénzt, nem tudom, hogy láttuk el. A kamera most lát, ugye? Igen. Előre fizetek, kártyával fizetek. Még egy órát. Csak most inkább én lennék a nő. Még egy órát hadd maradjam. Igen, valamelyik ilyen kiszabaduló szoba tulajdonosa vitte ki ezt Ausztráliába, vagy alkotta meg, és brutálisan megy. Neki hármat csinált, és sorok állnak. Hát tudom, magyar találmány. Azt nem tudom. Azt nem tudom. És egy elromlott elzett záratta az ötlet. Az a jó egyébként, hogy be kellett menni egy ilyen mondom, börtönszobába, és valamire rá van írva, hogy danger, le van ragasztva, ahhoz elvileg nem kell hozzányúlnod. Tehát mit tudom én, hosszabbító, konnektor, hogy ezt ne kezd el babrálni, az nem a játék lényege, ne gondold azt, hogy ez is a feladvány. És persze nyilván mi azonnal, hogy a játék hevében fél óra volt már csak, egy ilyen csatorna fedélre, mint tényleg egy ilyen aknában rá volt írva, hogy danger. És annyira beleéled magad a játékba, hogy nem tudsz kijutni, hogy már emeltük fel a csatornát, sorsoltuk ki, hogy ki fog lemászni, tudod, és lent, hát ott úszott a felkart, mondom, azért az meleg, hogy ide rejtik. Hogy megsirált, hogy megsirált, mennyire életűnt, amit te vászol, te vászol, papír, olló, akkor indulok. Három, fogd be az orrod, nehogy belemenjen a kulat. Konkrétan úszott egy brutál méretű. Hát mondom, azért ez picit túl életűnek tűnik, de hát le kell menni, le kell menni. Ez a profi, tiszta Hollywood.
Ki az a Spielberg? Ne hisz fele velünk! Majd talán a Viki észrevette, hogy egy ilyen 4 centis Danger felirat Danger van az aknának a tetején, 800 kiló az akna, hogy oda nem ásszunk le. De nagyon jó. Kamu konnektor, nyújj bele! Biztos belül van a megfejtés. Nézd, hogy eljátszál, hogy rázzal a Istenem, úgy csinál, mintha megállt volna a szíve, pedig nem. Micsoda játék, micsoda pillanatok. Na mindez, szóval majdnem oda is levásztunk, de nem kell. Nem kell, és a játék lényeg annyi volt, hogy az egyik női póster a börtön fülkében, az elmegy balra. Erika Elenyák. Erika Elenyák elmegy balra, és mögötte van a titkos ajtó. Ott még be kell másznod a titkos ajtón, és úgy tudsz bejutni a széfig, amit már egyébként nem sikerült ki. Úgyhogy jó, tényleg próbáljátok majd ki. Csapatépítőket is szerveznek, oda csak mondom. Hogy mi menjünk-e hárman? De nagy galamb lesz. Egy bácsi valaki, hol a pánik? Megkérdezzük, csak van ez óvatosság. Menjünk el most a meg aki fölsimulna egyébként, fölsimulna az óriás plakát. Én csak ezt találom, van-e pánikom? Maradj velem, én meg egyedül 5 gallon, 3 gallon. Hogy lesz abból 4 gallon? Jó, belemegyünk az 5 gallonost a 3 gallon. Milyen rossz, te hagyjad már. Ez csak a kezdő feladat volt. Ez csak a kezdő feladat volt, hogy egy 5 literes meg egy 3 literes hordóból öntsél bele úgy, hogy 4 liter legyen, azt rá kell tenned egy mérlegre, az bekapcsol egy kapcsolót, és onnan indul aztán egy csomó minden. De hát veletek pár szobában. Pánikom, pánikom. Hol a pánikom? Engedjenek ki, bekakiltam. Bocsa, nyissák ki a Feri kicsit, ha izgalomba jön, akkor már nem úgy zárnak a szíveringek, mint régen. Engedjék ki, legyenek szívesek. Nekem csak zsebkendőt dobjatok be. Te jó, sokan. Tudod, mi lenne velem? Rohadt magányos lennék veletek, ha egy ilyen lenne. Rohadt magányos. Na, jó. Adás után nem megyünk el? Mennyi. 9 óra után vendégünk lesz. Haza. De, mennyi, vidd a Ferit. Biztos, hogy jó mulatság lenne. Jól lennétek ketten. Érkezik hozzánk Szántó Tibor a Csoki Manifaktúra, az egyik végre! Manifaktúra! Csoki Manifaktúra. Szóval fossam. De hát észtem. Igen, egy Csoki Manufaktúra vezetője jön hozzánk, gyerekek. Édes percek következnek itt a Morning Show-ban, mert hogy belevezet bennünket. Ezt most kinek csináltad a Jani? Ezt gondoltad, hogy egy órája? Kicsit ilyen nőklapja kafésen fölvezetem. Édes percek a Morning Show-ban. A csokoládéról tudhatunk meg érdekességeket. Jövő hétfőre lehet kérni pálinka kóstolót? Vagy neked igen, mindegy, mindegy. Beszerelünk egy pánigombot ide, azt nyomogathatod, akkor megnyugszol. Egy perc, a 9 óra vendégünkkel folytatjuk, Ákos, ide jutam. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 13 perce, jó lenne, ha benyomnám a mikrofonomat, akkor talán lehetne hallani a hangomat is. Red Hot Chili Peppers, de és jó volt. Egy olyan jó kis dal volt, ez nyilván az egyik legbárgyúbb dal a Red Hot Chili Peppersnek, talán már ők is megbánták, de valahogy mégis jó, nem? Hogy úgy nem ilyen bárgyúbb, vagy ilyen bárgyú dalokat ritkán ír a Red Hot, viszont szeretjük, kedveljük, ez egy jó dal. Meg finom. Bárgyú, de jó. Nagyon igen. Kis finom, laza kis nótácska, és tőlük elhiszed, hogy így csuklóból jött ki. Tehát, hogy valaki nagyon laza szeretne lenni, aztán ilyen irgalmatlan erőlködős, ilyen ízlettségszagú, görcsös dolog. A gitáros azért az egy nagy zseni azért a srác, tehát olyan ügyes. Megjárta a poklot ő is. Igen, nagyon jó gitáros. Csoda, hogy él, igen. Váci Duna plázánál Újpest felé van egy trafi, ezt Minyó küldte nekünk. Kecskemét és Félegyháza között egy fekete Skodából trafiznak a 106-os és a 107-es kilométer között. Pityke meg a haverja Ramos küldte nekünk. Nyíregyháza 60 az esőt leszámítva jól járható, a 140-es kilométer körnél árokba csúszott autó. Mentését az imént kezdték, trafival nem találkoztam. ITS Matthew küldte nekünk. Matthew, mennyire jó név. Matthew, nagyon szeretem. Bármilyen filmben látom, Matthew, nagyon jó. A 81-esen a 17-es kilométernél most állítják a trafit, ezt Tomi küldte nekünk. Aztán azt nézem, hogy van-e még valami. M1-es 140-es kilométer mérnek a felüljáróról. Évi üzente 139-es kilométernél az M1-esen szintén mérnek, valamint a 4-es úton a 61-es kilométernél is trafiznak. Köszönjük szépen, ezt is SMS-ben kaptuk. Na, nézem még, hogy... Vannak ilyen közlekedési híreket, csak hogy értsétek, hogy miért sohajtozom meg szállagotok. Az M0-ás tele van a Balkán összes férgével.
Tehát, hogy... valami földgyűlem lett az SMS írójában. És akkor erre így rászaladok, elkezdem olvasni, mert bejelölöm magamnak, hogy közlekedés, látom, hogy M0-ás, oké, biztos közlekedés, és utána érkezik a cunami-szerű hozzáállás. Tehát engem meg lehet éveszteni attól, hogy valaki így ír közlekedés. Leírjátok, hogy M0-ás, és utána hozzászóltok a témához valami nagyon durvát, akkor azt elkezdem beolvasni. Jó, legalább az eleje ott lesz. Tényleg érzedik, hogy fel is utalt rá, hogy van egy nagyon komoly előzménye már a dolognak, tehát ez egy felgyűlöm lett feszültség. Így törüktat. Igen. Na de majd az új rovatunkban, a gyakori kérdésekben. Na majd. Igen. Na, találtál már olyan pánikszalat? Mi van, pánigom? Igen, megkerestem. Van kijövős. De oda elmehetünk, érted? Az a biztos. Van pánigom. Mert úgy tudok nyugodtan gondolkozni, ha tudom, hogy van menekülő. Semmi. Többen írták, hogy ezért a kérdésért dob be egy ezeres. Már bent van. Már bent van. Jó, akkor rátok zárom az ajtót. 3, 2, 1, indul a játék. Ferenc, ne ilyen hamar. Legalább várjuk meg, amíg elkezdődik a játék. Na, vendégünk van, gyerekek, édes percek itt a Morning Show-ban, hogy kicsit nőklapja, kávé és felvezetésre legyen itt a műsorban. Később pedig horoszkópokat is fogunk olvasni. Igen. Szántó Tibor, Csoki Manufaktúra vezetője érkezett hozzánk. Tibor, jó reggelt! Hello! Szép jó reggelt mindenkinek! Olyan szép szó ez, hogy Csoki Manufaktúra, annyira szép, hogy nem is tudom egybe kimondani, mint valami múlt századbéli tevékenység. Közben azért, ha az ember kicsit utána olvas, akkor igazából rájön, hogy nem is annyira múlt századi a dolog, mert hogy a minőségi csokoládé és a minőségi csokoládé gyártás az elmúlt 10 évben jött leginkább divatba mondjuk Magyarországon. Nem? Előtte sok mindent tettünk, de hát minőségi csokit kevésbé talán. Igen, alapvetően tényleg azt lehet mondani, hogy az előző rendszerben olyan kakaobabok érkeztek, amelyek elsősorban tömegtermelések. Ezek jellemzően Közép-Afrikából jöttek, és hát mivel ezek jellemzően tömegtermelési babok voltak tényleg, az ízük annyira nem volt jellegzetes. Igazából a legjobb ízű kakaobabok ugye Közép- és Dél-Amerikából származnak, de nagyon lehetőség nem volt akkor vásárolni ilyen babokat, ezért jellemzően csak étcsokoládét, illetve hát keserű csokoládénként ismertük a magasabb kakaótartalmú csokoládékat, és hát igazából amikor kóstoltuk, a magyar nyelv jó leírta, hogy gyakorlatilag csak ennyi íze volt az egész csokinak. Hol tart most a magyar csokoládi fogyasztás kultúrában? Tehát mennyire vagyunk igényesek? Én úgy gondolom, hogy most már kezd kialakulni egy igény a jó minőségű csokoládékra, és egyébként keresik is, tehát az a tapasztalat, hogy ha nem is nagy mennyiségben, tehát kis mennyiség, tényleg mikro mennyiségben fogy ahhoz képest, hogy mondjuk Nyugat-Európában mi van, de sokan felfedezték azt ugyanúgy, mint kávénál is elindult egy forradalom ezek a speciális kávézók, hogy a magának a csokoládéknak nem feltétlenül van keserű íze, hanem igenis lehet gyümölcsös, vagy lehet fűszeres, tehát ezek az úgynevezett finomaromájú kakófajták, ezek a nagyon ősi kakófajtáknak nagyon egyedi íze van, és nem csak egy sablonos, ilyen pörkölt csokoládé íz. Uh-huh. És te mióta vagy sznob? Jó, egy lőrinc színet rá, neki jó, bohóc meg kapucíner, az a csokoládé, katica, ott a bevonult. Felmerül a kérdés egyébként, hogy akkor azokban mik volt, amiken mi felnevelődtünk? Igazából itt talán a borral tudnák, vagy a szőlészettel tudok egy kicsit párhuzamot vonni, hogy képzeljek el, hogy egy tömegtermelésű bor, ugye a borszakmában is végtelen. Nyomokban szőlőt tartalmazott. Nem szőlőt tartalmaz, csak képzeljék el, hogyha mondjuk egy tőkén 6 kg vagy 8 kg szőlő van, hogy higul fel maga az anyag, tápanyag, mit fel tud szívni maga a szőlőgyökézet, és amikor 1 kilóban koncentrálódik. Ugye Magyarországon végbe ment egy óriási forradalom a 20 év alatt, és ugye átértünk egy minőségi borfogyasztásra, azt lehet mondani, és szerintem, amikor jó bort iszik, az nem feltétlenül mondjuk a snob. Szerintem ez ugyanígy van kávénál is, vagy akár most már kakónál is, hogyha valaki kicsit igényesebb, és nem csak egy sablonos, ilyen égetett kakóiszt, vagy csokoládét szeretne kóstolni, akkor körbenéz, hogy például milyen lehet egy madagaszkári csokoládé, vagy egy nikaragvai, vagy brazil, tehát ez a tapasztalat. És ez ténylegesen érezhető? Nem kell ehhez egy olyan kifinomultabb ízlés, hogy az ember tényleg különbséget tudjon kérteni? Értsd a kérdést, enne a proli. Jó volt, amit mondanám, na, kóstoljunk! Én azt javasolnám először, hogy kóstoljunk pörkölt kakaót, körbeadom a kis edénkét. Nagyon jó. Vegyünk ki egyet? Igen, nyugodtan. Meg szokták kérdezni. Mi ez pontosan egyébként? Ez pörkölt egész kakaobab. Kakaobab. Igen, tehát amit érdemes elmondani, sajnos a rádióhallgatóknak nem tudom megmutatni, de hoztam egy kakaógyümölcsöt, ezt körbe is adom. Figyelj, ez egy 15 centis. Igen, úgy néz ki, mint egy óriási gyümölcs darab egyébként. Igen, hát úgy néz ki körülbelül, mint egy papaja, vagy apukám szoktam mondani, olyan, mint egy tök. Tényleg úgy néz ki, amikor felnyitjuk, hogy ebbe sorakoznak a kakóbabok.
Ugye ez egy trópusi növény, ezt mindig el szoktuk mondani, és nagyon-nagyon fontos üzenet, hogy mindig próbálunk arról beszélni, hogy maga a csokoládé az nem feltétlenül a belga csokoládé gyártó. Hanem igazából ez egy trópusi fa, és ennek a trópusi fának a ez terméséből finom. Készül maga. Mesélj kicsit magáról a folyamatról, hogy hogy lesz nálatok csokoládé. Mert az ember ugye a csokoládéról annyit tud, bemegy, megveszi a boltba. Ha valakinek több pénze van, akkor bemegy ma már olyan csokoládé boltokba, nem árulnak mások csokoládét, és ha megtelték, 1500 forintért. Akinek több pénze, az vehet például egy elcénét. Nem, tudom, 1500 forintért megvesz egy csokoládét. De hogy magáról a csokoládégyártás kultúrájáról azért talán az emberek kevesebbet tudnak, hogy mire mi megkapjuk a szép dobozban, csomagolásban, bármi magát a csokoládét, hogy lesz csokoládé. Ugye ti manufaktúrátok az elejétől a végéig tulajdonképpen leköveti a csokoládé és a hozzátevők útját, ti daráljátok, hozzátok, szállítjátok és állítjátok össze a csokoládét. Kis túlzással, ugye jól mondom? Abszolút, talán röviden érdemes a trópusokról indulni, tehát igazából a körülbelül a kakó termővidék az egyenlítő térsége. Tehát ez egy trópusi növény, ami azt jelenti, hogy 20 foknál már szenved, 6 fokon elpusztul. Tehát ez nem lehet máshol egyszerűen termeszteni, csak ott. Ott mindig van egyfajta szelektáció, tehát ugye vannak különböző bőtermőfajták, és vannak a régi ősi fajták. És ilyenkor kimész, és ránézel a fára, és azt mondod, hogy ebből kérsz, vagy tőzsdén veszel. Ismerjük a termelőket. Ismered a termelőket. Ismerjük a termelőket, sok esetben direkt bevásárolunk tőlük, és ez gyakorlatban annyit jelent, hogy ha már ismerjük a termelőt, illetve kérünk mintákat, abból már be tudjuk azonosítani, hogy ez az-e. Miután ugye megállapodtunk a kakófarmerrel, ugye a trópusokon annyi történik, hogy virágzástól számítva körülbelül 6 hónap kell, hogy beérjen a gyümölcs, utána levágják a gyümölcsöket a fáról, leszületelik, utána felnyitják a kakógyümölcsöket, kiveszik belőle a kakóbabokat, és utána elkezdődik egy nagyon speciális folyamat, amit úgy hívunk, hogy fermentáció, vagy más néven eredés. Ez nagyon hasonló a boroknál, tehát amikor szőlőmustból gyakorlatilag bor lesz, tehát ugyanúgy egy ilyen eredés végigmegy a babokon, és drasztikusan megváltozik a kakóbab szerkezete, tehát a benne lévő cukor az átalakul savakká, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, utána kiszárítják a kakóbabokat, zsákokba teszik, és utána érkezik hozzá. Mennyi az ára? Most kérdezik ilyen teljesen abszolút egyértelmű dolgot, hogy egy kilóra mélik, tonnára, hát körülbelül fontra. Inkább azt mondanám, hogy általában egy kakózsák az olyan 50-70 kilogramm között van. Egy zsák az körülbelül 200-250 ezer forint körül van, tehát így lehet számolni. Ugyanúgy ez teljes, tehát ennyibe kerül, tehát egy kávé is, vagy sorolhatnám más trópusi termékeket, ezek ennyibe kerülnek. Ami kicsit nehezít a dolgot, nyilván a szállítási költség, illetve hát a vámoltatás szállítás, nyilván más, amikor valaki egy konténerrel hoz be, vagy pedig egy-két zsákot, az nagyon megdrágítja, de igazából ezek olyan pici mennyiségek, hogy nincs is belőle egy konténernyi, hanem ezeket úgy szokták hívni, hogy ilyen mikrolotok, ez már inkább kávés kifejezés, de inkább úgy szoktuk hívni, hogy ilyen small batch, tehát ilyen kis tételek, amiket meg tudunk venni. De visszakanyarodva, miután ugye van egy komoly egészségügyi ellenőrzése ezeknek a baboknak, tehát ez Európában meg se érkezhet, hogyha nem kapja meg a jogosítványát hozzá, illetve az egészségügyi bevizsgálását hozzá. Miután ugye megérkezik, a következő lépés, hogy pörköljük, tehát az nagyon-nagyon fontos, hogy egy pörköletlen kakaobabból kihívás csokoládét. A kakaobabnál is, bocsánat, lesz a kakaobabnál is ilyen, a babok babja van ilyen, ami brutál drága, és igen, csak abszolút. Nem tudom, kik tudják megfizetni, és egy vagy tábla a csoki. A babok babja? 16 ezer, nem tudom, hát, forintba kerül. Van egy fehér kakaó, ennek az a neve, hogy porcelánna. Fehér kakaó. Fehér kakaó, ez hát azért kapta a nevét, amikor egy... Albino. Nem napozott? Így van. Mexikóból jött fehér kakaó. Tehát ami a lényeg, amikor egy kakóbabot félbevágsz, egy forasztéró fajtát, akkor lila színi a bab, amikor félbevágod a friss. Na, engem ilyen különlegeségek érdekel. És vannak olyan babok, amelyeket, hogyha félbevágsz, ezek nagyon-nagyon ritkák, ezek a úgynevezett kriolja fajok, ezeknek fehér a színe, és nagyon lágy aromája van neki. Ezeket nagyon, tehát nagyon kis mennyiségben elérhetőek, mert nagyon kicsi a terméshozam, ez jellemzően hektáronként olyan 150 kg, ezzel szemben egy tömegtermelésük akkor az 1500 kg. Tehát a farmereknek is nagyon át kell gondolni, hogy egy, a helyi adottság jó-e ehhez a fajtához, mert nagyon kényes, illetve általában azt elfelejtettem elmondani, hogy a kakó, mivel trópusi növény, egész évben terem, és igazából tehát egy évben kétszer szüretelhető.
Tehát, hogy egész évben van rajta virággyümölcs, kezdeménygyümölcs, de ciklikusság van az érésében, tehát van egy igazából egy tavaszi, meg amikor egy őszi kell. Szüret. Uh-huh. Amikor kell, a porcelánfajtáknál összesen egy szüret van. És igazából ezért... Gondolom, ezt már valaki felvásárolta, egy kézben van, és ő hát, értékesíti, nem? Igen, nagyjából így tudom igazából elképzelni. Igazából a farmerek nagyon megválogatják, kinek adnak el, de hál' Istennek mi hozzájutunk. Uh-huh. Na, és akkor megjön a te kis gyáracskádba maga a kakóba. És innentől kezdve mindent kézzel csináltok, tehát van külön darálótok, ti nyúltok hozzá a kakaóbabhoz, tehát amíg mi már csokoládéként látjuk a boltban, az minden nálatok készül? Igen, alapvetően tehát utána jön a pörkölés, ez egy nagyon kényes folyamat, ez ugyanúgy, mint a kávénál, hogy ha alul pörkölöd, akkor igazából nem jönnek ki az ízek, csak egy egyszetes íz marad. Ha túl pörkölöd, egyszerűen szétégnek az aromák. Ez nagyon jellemző egyébként, hogy mi is kávépörköleket használunk, ezek nagyon pontosak, és tényleg nagyon profi szinten lehet pörkölni a babokat úgy, hogy a legjobb aromákat őrizzük meg. És nincs olyan, mint a cibet macskánál, hogy ugye megeszi a kávét ki, és akkor ugye a kopillóak abból lesz, hogy a kakaóbabot megeszi egy elefánt, te mész, és akkor valahol ott nem tudod. Széttúrod, és tehát nincsenek ilyen legendák a kakaóbab körül, mint a kávé körül. Tedd a szívedre a kezedet, te sem próbáltam meg otthon círmi macskával? Tasmán ördöggel megetetni fél kiló kakaóbabot, megvárni, mi kijön a másik oldalon, és akkor lesz egy kopi luvák csak kakaóban. Nincs ilyen? Nagyon, nagyon különböző a két gyümölcs, amíg ugye a kávé, az egy, ha nagyon le akarjuk egyszeresíteni, az egy cseresznye, uh-huh. És a belső maga elemésztető. A kakaónál alapvetően ez egy gyümölcs, és egyébként a helyi élővilág, mint például majmok, előszeretettel fogyasztják a kakaót. Ez egy új iparág lehet. De igazából meg is, tehát emészthető. Tehát a friss kakaóban emészthető. Csak amikor kijön már, ez trüffel. Hát igen, azt már nem kell utána legyen. Ez tiffel pralinéja lesz. Igen, egy jó kis praliné lesz. Úgyhogy azt nem biztos, hogy valaki bevállal, de... Nem, hát csak úgy, mint kérdés, hogy hát azért mennyi egy csésze kopilóak is 16 000 forint, azért mert valami állatkat megette, ugye a cibet macska, és akkor... Jó, de még érdekel a készítés, tehát csak azért szúrunk bele ilyeneket nyilván, hogy picit színesebb legyen a dolog, hogy utána te ezeket belerakod egy nagy darálóba, megdarálod, de utána még nem csokoládé. Hogy lesz ebből csokoládé? Alapvetően úgy lesz csokoládé, miután megpörköltük a kakaót, itt láttátok, amikor megkóstoltátok, hogy van egy héj. Uh-huh. Erre van egy, tehát pontosabban az a pontos technológia, hogy pörkölés után van egy kézzel átválogatás. Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy egyenként az összes babot átnézzük, hogy ne kerüljen bele semmi szennyeződés, illetve vannak rosszul felmentett kakaobabok. Tehát ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy csak tényleg a jó kakaobabok kerüljenek bele a magába, a csokoládéba. Utána van egy picike gép, ez körülbelül így ekkora, egy 20x20x40 centis, ami a kakaóbabnak a héját összetöri, tehát magát a kakaóbabot, és utána pedig belerakjuk egy olyan picike gépbe szintén, ami úgynevezett ilyen windover gép, ami kifújja a kakóhéjat a kakóbabok közül. Utána megőrülök, tehát érzi a súlyát, és a könnyebbeket kifújja a héjat, hát és benne marad a... Hát a héj az könnyebb, ez egy gravitációs, és a ventilátor egyszerűen kifújja. Most tartunk a 15. gépnél, csak mondom, aha, ha tervezel, igen, egy ilyet otthonra. De valami érdekes, nem gondolod, igen, hogy így lesz aztán csokoládé, nem? Hát annyira igen, keveset tudunk erről. És kifújta, ugye ez a gép megmarad az úgynevezett kakónib, vagy kakótöret, és azt daráljuk össze, és utána, miután összedaráltuk, berakjuk egy úgynevezett kakómalomba, ami egy nagyon-nagyon régi technológia. Európában, amikor beérkezett először a kakóbaba a spanyolok által, ez körülbelül ugye 400 éve volt, akkor ezek voltak az első ilyen technológiák, illetve 300 év pontosabban, amikor, tehát ezzel a úgynevezett ilyen, hogy is mondjam, malom? A kerekes malomban kezdték el finomítani a kakaómasszát. És egy ilyen gépetek van, megül? Van, igen, ez egy, amit említettem. Egy spanyol múzeumból lopták. Európában ez a fajta, hogy is mondjam, tradíció nem jellemző. Észak-Amerikában most a reneszánszát éli, és igazából Amerikában gyártanak ilyen gépeket, és onnan szoktunk rendelni, de ezek pici gépek, tehát a kapacitások egy ilyen gépnek körülbelül másfél kilogram, egy másfél kilogram, tehát tényleg mikromennyiség készítünk, és tényleg azt lehet mondani, hogy ugye most van elektromos áram, tehát ami a gépeket hajtja, de ezt a 300 éves tradíciót követjük, és ez Európában nagyon ritka. Jó, egy pici megszakítás csak, hogy készül a csokoládé, hogy nagyjából mi mit teszünk egyébként csokoládé gyanánt itthon körülbelül?
Tehát a commerce csokoládé. Tehát a commerce csoki, csak hogy hogy vágnak át, hogy miként vágnak át, hogy annyit tudunk, hogy meg kell nézni a szárazanyag tartalmat, és ha mit tudom én, az már 30%, akkor már egészen jót eszünk. Hát, de szerintem átcsúsznak a délutáni műsorba, ha nekiállnak mesélni. Szörnyű dolgokat etetnek meg velünk, mint nem csokoládé? Nem feltétlenül, amit általában el szoktuk mondani, és ez nem feltétlenül, tehát nem az én gondolatom, hanem van egy londoni intézet, ezt úgy hívják, hogy Londoni Csokoládé Akadémia, ami hozott egy olyan, hát nem azt mondom, hogy a rendeletet, csak egy olyan gondolatot, hogy az igazi csokoládénak az összetevői úgy néznek ki, hogy a kakótartalom az 60%, tehát az azt jelenti, hogy mi kakóból jön, a többi rész cukor, természetes vanília, esetleg emulgálószer, amit kénytelenek használni a nagy cégek, mert egyszerűen vagy nagy üzemek, mert az összetartja bizonyos komponenseket. Igen, tehát ez az alap. Na most sok esetben vannak olyan termékek, és ez nem feltétlenül, tehát ők is a piac szereplője, piaci kategória, ahol úgy tudnak csökkenteni kakót az adott termékben, hogy például a drága kakóvajat, aminek 4-6 ezer forint a kilogrammonkénti ára, hidrogénzett növényi zsírra cserélik. Aha. És akkor itt olvasod, a hidrogénzett növényi zsír, a pálmaolaj, mit tudom én, hát ezeket részben hidrogénzett növényi zsír. Hozzá, ezek az úgynevezett bevonó masszás termékek, ez a piacnak egy kategóriája, tehát ez ugyanaz, mint a, most nem akarok mondani, nem tudom, a felvágottak között is vannak különbségek, tudomásul kell venni, hogy ami olcsóbb, azt nyilván úgy tudják olcsosítani, hogy persze, mert kíváncsi vagy egy commerce csokoládénál, ahol te azt hiszed, hogy mégis azért minőségi csokit eszel, de hát az árára ránézed, tudod, hogy nem jön ki, mint 200-300 forintból egy tábla csokoládé, akkor mi helyett eszel mit? És hát akkor itt jött igen, a lényeg, tehát hogy hidrogénezett növényi zsírolaj. A kakót ugye azzal tudják helyettesíteni, hogyha adnak hozzá például hidrogénezett növényi zsírt, illetve nagy mennyiségű cukrot. Tehát nyilván ezeknek a termékeknek az ára így sokkal kedvezőbb lesz. Azok a csokoládék, amik tényleg 70% kakótartalommal rendelkeznek, és hogyha visszaosztod ezeket a költségeket, hogy mennyibe kerül az áfa, mennyi a kisker, nagyker ár és a gyártónak a költségei, illetve mennyi az alapanyag, akkor azért lehet látni, hogy 500 forint körül van körülbelül egy csokoládénak, tehát ami tényleg mondjuk hidrogénezett növényi zsírmentes körülbelül az ára. De mondom, ez ugyanolyan, hogy ha valaki szereti a, nem tudom, 24 hónapig érlelt sonkát, az nyilván tudni fogja. Az nyilván tudni fogja, hogy annak az ára is egészen más lesz. Persze. De ilyeneket te nem is fogyasztanál? Tehát, hogy ezeket a commerce csokoládék, nem is mondod azt, hogy jó az ízük, hogy nincs is köztük kedvenced, hát vagy nincs olyan, amit... Igazából annyira talán a borosokat hoznám szintén így, hogy is mondjam, példaként, tehát aki borász vagy egyszer hozzászokott a tiszta ízű dolgokhoz, tehát itt nem feltétlenül prémium termékekről beszélünk, csak egyszerűen az van benne, ami kell. Akkor utána már inkább nem is szól. Tehát az a tapasztalatunk, hogy vannak törzsvevőink, akiknál az az evolúció, hogy elindult valahol a tejcsokoládénál, utána jött ugye az étcsoki, akkor mindenféle édesség, és így az evolúciónak a felső foka az azt látjuk, hogy inkább kevesebb csokoládét vesz, de az persze. Jó minőségű. És hát valaki megállt ugye a torta bevonó masszánál, mint igen, tehát, de ez nincsen viszont. Baj. Olcsó csokoládé, gyerek most volt 12 éves, kapott egy tábla torta bevonót, hát most, na. Hát én vagyom azon az evolúciós listán a kromanyoni. Van, aki elő van, van, aki lemaradt és torta bevonót eszik csokoládé. Tehát, hogy a torta bevonónak is megvan a saját szerepe a piacon, tehát azt mindig érdemes elmondani, hogy azért nincsen minden utca sarkon csokoládé műhely, mert a csokoládéban található egy speciális zsírfajta, ezt úgy hívjuk, hogy kakó, egyébként nagyon-nagyon értékes zsírfajta, mert nem lerakódó, tehát úgynevezett telítetlen zsírfajta. És igazából, hogyha a csokoládét felolvasszak, ez biztos mindenki tapasztalta, és utána megpróbáljuk visszahűteni, vagy megolvad például a bólogató kutya mellett a kesztyűt, vagy kalaptartón, és utána beraktuk a hűtőbe, azt látjuk, hogy kifehéredett, meg kivirágosodott. Ez azért van, mert ha egyszer széteszik a kakóvajnak a kristály szerkezete, azt egy speciális hűtési módszer lehet visszazárni, tehát, hogy márványlapon hűtjük, erre van ezer annyira féle technológia. Annyira éreztem, hogy ez van. És, még egy márványlap is, mi az se olcsó. És igazából, ha nincs meg ez a fajta visszafűtési, vagy visszahűtési akkor procedúra, akkor nem lehet egyszer rárakni a tortára, mert szürke lesz. A bevonó masszáknak ugye az a lényege, hogy nincs hozzáadva kakóvaj, hanem hidrogénzett növényi zsír, aminek más a kristály szerkezete. Hogyha felolvasztad, ráöntöd a tortára, berakod a hűtőbe, hát rá fog dermedni, és lesz egy ilyen sejemfélyű. Azt a célt szolgálja, amit kell, tehát az a nincs vaj. Aposom semmi más nem evett meg, csak a torta bevonót. Imádta. De mit evett volna, ha más nem is kóstolt, nem? Tehát, hogy
Mondasz valami. Mit hoztál nekünk, Tibi? Mi az, amit meg tudunk kóstolni? Gyorsan még hoztam egy érdekességet. Ez egy ugyanaz a dominikai kakóbab, amit kóstoltunk, de... Más meg nem eszek már, csak dominikait. Igen, és ezt körbeadom, jó? Szerintem az a legegyszerűbb. Mit kell róla tudni? Mi a történet? Az az érdekessége, hogy ugyanebből a kakóbabból készült csokoládéban van bedrazsírozva, tehát egyszerűen tudjuk kóstolni a kakóbabot, illetve belőle készült csokoládét. Ez egy olyan nagyon izgalmas dolog, ugyanis lehet érezni a ropogós kakaobabot, tehát magát a textúrát és a finom csokoládét együtt. A csokoládénál is nagyon jó egyébként, hogyha van textúrákbeli különbség. Tehát hát például... ezt szerintem már csak a szakik tudják megállapítani. Bocsánat, hogy teleszájjal beszélek, de a textúrák különbséget azért ahhoz nagyon sokat kell ennet kóstolnod. Tudom, ez nagyon ilyen islencsiangos beszélni. Van világ. Nyilván, ha ebben élsz, te ezt érzed, de hát azért ahhoz gondolom sokat kell ennyi kóstolni. Az a lényeg, hogy finom legyen, de szerintem mindenki. Oda néz, van világ a torta bevonón. Sajnos összefogdos, te nem tudod már elvinni. Ugye, hogy nem egy kati torta bevonó azért? De elképesztően finom, igen, egyszer a kakó, és egyszer a csokoládé. Na most gyártásban pont ott vagyunk, ugye, hogy van porunk, amit te ledaráltál. Abból hogy lesz csoki? Abból úgy lesz csoki, hogy alapvetően a magának a kakónak, a kakóbabnak nagyon magas a zsírtartalma, csúnya szóval élve. Függően a fajtától 30-50% között van. Ez azt jelenti, hogy amikor berakjuk a már darálásnál is, felolvad a kakóvaj ebben a darált kakóban, és akkor belerakjuk a gépbe, körülbelül 50-60 fokra felmelegszik, és teljesen massza állagú lesz. Na most, hogy nem port kapsz darálással, hanem gyakorlatilag egy masszát. Gyakorlatilag egy masszát, mert a súrlódási hatására felolvad a kakóvaj. Jó, ezt már csak te érted, a lényeg masszát. A lényeg, hogy megjön a massza, és az utána az már a szép. Igazi vaníliában való egy csomó minden. Igen, tehát mi például a csokoládénkhoz nem adunk vaníliát, mert ezek az úgynevezett finom arámájú kakóknak önmagában is van íz, és nem kell ízesítő pluszba, de kóstolunk már, mert látom, hogy mindenki már törögeti az ujját, meg kaparja. Ne, vagyunk annyira szemtelenek, hogyha nem ajánlott fel, úgyis rákérdezünk. Tehát... Az első csokoládé, amit kóstolni fogunk, egy venezuelai, úgy hívják, hogy Rio Caribe. Amit érdemes elmondani Venezueláról, így adom körbe. Nagyon jó, csak ide nyugodtan apához. 13 millió lakják adóparadicsomnak számít. Amit érdemes elmondani Venezueláról, hogy az első olyan gyarmatosított ország volt, ugye a spanyolok által 1500-as, 1600-as években, ahol felfedezték azt, hogy a kakó az egy óriási érték, és elkezdtek nagyon-nagyon komoly minőségi kakótermesztést folytatni. És ez valamilyen szinten nagy napig is él, sajnos a politikai helyzet most nagyon-nagyon rossz Venezuelában, és emiatt egy picit a minőség visszaesett, de tényleg azt lehet mondani, hogy egy szenzációs termővidék. Ez a csokoládé, amit most kóstolunk, egyébként 70%-os, ami azt jelenti, hogy a 70%, hogy ez a kakó tartalom, tehát... Ez a szárazanyagtartalom, amit látunk a feliratokon. Igen, is, szárazanyagtartalom. Igazából ehhez egy pici kakóval van hozzáadva, mert higítani kell, ha van szállt a malomban, hanem másképp beragad. Illetve hát a többi rész az pedig cukor, és sokan meg szoktak kiadni, hogy úristen, 30% cukor van hozzáadva, és hát meg sem eszem, mert hogy sok ez a cukor, de... Hány komponensig tudod visszavezetni az összetevő? Tehát, mint amikor valaki megkóstol egy pohár bort, és azt mondja, hogy a déli napsütés, a lejtő, egy kis szegfűszeg, jön a füge, és hátul érzem, annyira jön a szegfűszeg. Hát, nagyon hosszú, tehát én borszakmában dolgoztam, és azért sokat tudok írni, mesélni ezekről a csokikról. Egyébként, amit most kóstolunk, érdemes odafigyelni, hogy van benne jellemzően egy ilyen picit fahéjas. Azt én a fahéjat mondani akartam, a fahéj az jött. Igen, az de nem bevet. Azért, mert adtuk hozzá, hanem ilyen a kakónak az eredeti karaktere. Van fahéj íz az eredeti kakaó karakterben? Ez nagyon érdekes. Igen, nagyon érdekes az, hogy visszakanyarodva a cukorra, mert ez egy nagyon fontos komponens egyébként a csokoládénak, és ha például 100%-os csokoládét kóstolunk, azon tehát semmi más nem érzünk, csak azt, hogy savanyú, vagy savas a csokoládé. Ez azért van, mert eredendően a kakóbabnak nagyon magas a savtartalma. És hogyha adunk hozzá cukrot, ez az arány körülbelül 30%, ez a 30% cukor tudja úgy a savakat egyensúlyban tartani, hogy gyakorlatilag a finom aromák kijönnek. Órákig tudna erről beszélni, már azért régen elvesztettük a fonalat. Igen. Honnan ez a megszállottság, azon gondolkozom. Tehát ahogy párás tekintettel te itt az aromákról, a babokról és a csokoládéról beszélsz, ez jó, nyilván ezért hívtunk, hogy erről mesélj nekünk, de... Vigyázz, Balázs, nagy megfejtő, milyen hiányt szeretnék. Miféle gyermekkori frusztráció, de vagyis...
Hát, csak hogy elképesztő szenvedéllyel mesélsz erről. Hát, igen, tehát... Találkoztál egyszer egy csokoládékészítővel, és egyszer rákattantál? Igazából szerintem a csokoládé, illetve maga a kakaó az egy... tehát szerintem nagyon jó valakinek ki tudja fejezni a személyiséget. Egyébként ez a borból jön. Tehát ugye borszakmában dolgoztam, nagyon szerettem volna a saját birtokot, voltak elképzelések, de a bort úgy lehet készíteni, szerintem megfelelő megszállottsága, hogyha az ember ott él a borvidéken. Nekem, mint borvidék, nagy kedvencem Tokaj, de egyszerűen családot, rokonokat nem lehetett itt hagyni azért, hogy egy karrier miatt. És Észak-Olaszországban dolgoztam, illetve tanultam, és ott kóstoltam néhány olyan csokoládét, ami nagyon-nagyon tetszett, de nem is az volt az első, mert ez még ilyen 90-es évek volt, hanem az volt az első ilyen nagy, hogy is mondjam, ilyen lökés ezzel kapcsolatban, amikor megkóstoltam különböző termőterületeknek a csokoládét, és ugyanolyan különbségek voltak, mint boroknál. És akkor úgy gondoltam, hogy hát ez egy nagyon érdekes sztori lehetne, hogy megmutatni egy adott termőhely mit tud, illetve ezeket a különbségeket felfedezni, és hát igazából ez volt egy nagy lépés, és minél jobban beleásod magad ebbe a témába, annál jobban úgy érzed, hogy keveset tudsz. Hát sajnos. Persze, nyilván múltja van, hagyománya van, igen, de eszközöket lehet vásárolni, nem akármilyen eszközöket, ritkaságokat, persze. Igen, nagyon érdekes, az ember előre valami keveset tud. Hát. Igen, és hát most volt éppen 4 hete egy Kárla nevű hölgy nálunk, aki a Bostonban, a Harvard Egyetemen dolgozik, ez a főszakterület, egy picike csokoládé manufaktúrákat, illetve ebből ír különböző dolgozatokat, és például ellátogatott hozzánk, és innen már nem ment gyakorlatilag tovább kellett vele. Túlszulejtettétek. Jó. Egy érdekes dolog, hogy fekszik lent az alapsorban. És az összes receptet megpróbáljuk belőle kiszedni. Csikizése. Mert hogy annyira ritka, amit mi csinálunk, hogy tényleg hogy azt lehet mondani, hogy azért tehát a tengeren túlon is vannak szakértők, akik felfedeznek, és nem értek egyszerűen, mi történik Budapest mellett egy Szigetszentmiklós nevű városba, amit ki se tudnak gyakorlatilag mondani, de mi mindig azt szoktuk mondani, hogy nagyon kicsi költségvetéssel dolgozunk, hogy alapvetően ketten dolgozunk a cégnél, és nagyon-nagyon nehéz ezekkel a régi tradíciókkal mindent kézzel készíteni, de amikor... Hát de ettől különleges szerintem. Ettől különleges, nem? Igen, nyilván. Amikor Amerika legmenőbb New York-i csokoládé szakértője ír, hogy gratulál, akkor az ember azért kihúzza magát. Willy Wonka írt már? Nem ért, de várod. De várom, igen. De ami a lényeg, hogy nagyon nem egy egyszerű szakma ez, tehát így kívülről tök jól néz ki, de belülről azért ez sokszor nehézséget okoz. De ami a lényeg, hogy ilyenkor az ember azért azt mondja, akkor, hogy érdemes azért csinálni. Hát Tibor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál megint. Belepillanthattunk egy olyan világba, amiről keveset tudunk. Szerintem ez a dolog érdekes volt. Természetesen minden, amit hoztál, mondjál le róla, hagyd itt, tedd ki. De a doboz is. Szép kis doboz. Majd tortabevonat fogok benne tartani. Mert imádom. Nekem adhatod, nálunk jó helye lesz a János belerakezőt és kapucinert. Az is király. Köszönjük szépen, Tibor, hogy itt voltál. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:40 lesz, pontosan 1 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is beszélgettünk ma reggel. Egyrészt, hova írtad, Anna? Sehova, csak itt a bál, nem dolgozik semmi. Nem írtad le nekem? Hova? Nem látom. Ja, azért, jó, úgy megvan, igen. Pakolj a zsebein. Mindenki a csámcsok. Na, mutatjuk, hogy miről is beszéltünk ma reggel. Ugye, egy norvég golfpálya nem tud megoldani egy bizonyos dolgot, mert hogy valaki 10 éven keresztül minden nap, most bosszúból, nem tudjuk, minden esetre, a norvég golfpálya 10 éve keresi az illetőt, aki éjszakánként belegittel a lyukakba. És hát a tettes folyamatosan visszajár, nem tudják, hogy ki ő, ott hagyja a WC papírt a pályán. A pálya menedzsmentje ezekhez a lyukakhoz reflektort telepített, de a betolakodó ezeket rendszeresen lekapcsolja, hatástalanítja, mielőtt neki kezd a munkához. Megpróbáltuk kitalálni, hogy ki lehet az illető, miért csinálhat ilyet, és kicsit megkönnyebbültünk, hogy de jó, hogy azért a majdnem tökéletes Norvégiában is történnek ilyen kicsit balkáni dolgok, hogy valaki egy golfpályán
minden nap megtiszteli a lyukakat, mert nyilvános budinak gondolja őket. A bosszú az ott is bosszú. A bosszú az ennyi? Bosszú, így van, és a legnagyobb bosszú odagyíteni valahol. Ugye erről kellemetlen, hogy a norvég bűnüldözés legnagyobb rejtély egy ilyen eset. Egyébként tényleg, de azért kicsit tényleg. Jó azt hallani, hogy náluk sem megy, azért ez nagyon másként. És aztán beszéltünk még egy hírről, miszerint egy bulvárlap szerint mobiltelefont kap az összes elítélt magyar rab. Eddig tilos volt, de az uniós joghoz alkalmazkodva, ezután szabad lesz az elítélteknek mobilt használni a rácsok mögött. Nyilván korlátozott feltételek között telefonálhatnak. Megvitattuk, hogy mit gondolunk erről. Igazából nehéz más gondolni, nem? Igen, egyetértés volt szerintem a hallgatók közöttünk is. De jött Anna, és kimondta azt, amit csak kevesen mondanak ki, így, ilyen kereken, ilyen határozottan, és ilyen, ilyen sarkosan. Neki, így van. Robotot. Erről beszélgetünk ma reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 6 perc múlva pontosan 10 óra, itt vagyunk. Csabikám, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szevasztok! Na, milyen volt az erdélyi turné? Amit beharangoztál pénteken. Egyetlen egy koncert az volt, az viszont nagyon-nagyon jól sikerült, fantasztikus hangulat volt. Rövid, de intenzív túl. Több ezer ember. Rövid az nem igaz. Mert hogy baromi hosszú volt az út. Mégis, odafele, hogy röpzajjal mentél? Hát odafele, de visszafele a zenekari busszal jöttem. Az... És én vagyok a pánik gomba. De nem göpcsivel. Göpcsi, röpcsi. Röpzaj, persze. Röpzaj, röpzajjal mentél. Röpzajjal, igen. Erre kell infantilisnek lenni a legjobb dolog, higgyétek el. Szóval jó volt ez a lényeg. Nagyon jól sikerült. Micsoda? Hát a röpcsivel. Most mondtad a röpzi. Na. Hívjuk a nap hallgatóját. Már is, ha mondja, hogy Morning Show az ajándékcsomag, hanem akkor nem. Hát, de nem. Hát de. Gyerekek, megint sok vendégünk van, mindenki jön a csokoládéra. Jöttök, jöttök. Mint cápa a kezdőszörfösre. Itt Tibor, itt volt. Cápa a kezdőszörfösre. Jönnek, jönnek, néznek, gyűlnek. De egyébként nagyon finom dolgokat kaptunk. Igen. Így van. Hozza őket, mint cápát a havi baj. Mostanában nincs szerencsénk. Mondani Morning Show. Morning Show! Hey, Csabinak na, nagy Csabi, van! Elrontod ezt a pillanatot. Hello, nem mondtad, hogy hogy hívnak, nem is tudtad. Hogy hívnak? Hello, Zoltán vagyok. Hello, Zoli. Hát Zoltán volt az, aki megírta nekünk, hogy az egyik témán kapcsán, hogy a WC-papírt meghempergették egy kis üveggyapotban, hogy elbüntessék azt az illetőt, aki viszonylag ritkán húzta a kotyót, és sikerült is a büntetéssel jelezni neki, hogy merre igen, az igen, igen. Látványos is volt egész nap után, amit művelt, de hatott a dolog. Igen, a golfpályás témánk után volt ugye az a kérdés a hallgatók felé, hogy ki miért állt már bosszút, és erre írtad, hogy üveggyapotban mártottad a WC-papírt. Hatásos igen. Volt, nagyon szenveded? Nagyon-nagyon egész nap, de megérte. Megérte végignézni az arcát. Jó van. Csabit hallottad meg? Azért mondtad, hogy Morning Show? Sejtettem, hogy az lesz. De olyan félénke nem merted bemondani, igazság szerint egy fél ajándékcsomag járna, mert ez a kimondom, de várok, hogy biztos, és hallgatok 5 másodpercig, hát azért ez puha voltál. Kicsit igen. Jó, elküldjük neked, de... De amúgy egy kedves ember, nem? Hát, hogy ilyet tesz a kollégájával. Persze, abszolút. Megérdemelted a segítséget. Igen. Küldjük az ajándékcsomagot, köszi, hogy minket találsz. Jó, ciao. Rendben, köszönöm, elvel. Sziasztok. De nem így van, tehát ez a fölveszem, de nem mondom, de kivárok, hát azért ez olyan, hogy mondom is, de nem is, véleményes, jaj, nem merem bemondani, de miután meghallom, hogy ti vagytok, akkor bemondom. Vedd ki a bögrét, jó? Vedd ki a bögrét. És a nyakba kosztott. És a nyakba kosztott. És add el a zacsit. Csabikám, remek zenék, mi lesz? Mondom a megszokott mondatomat, amit vártok. Úristen, megölöm. Nem, magam. Nem várjuk. Nem, tényleg. Nem. Tehát tényleg tudjuk, nem várjuk. De legyünk már erre büszkéket, ez tök nagy dolog. Micsoda? Én nem várom, hát és meg is ölöm magam. Hogy folytatódik a Klassz Nyár 2000. Jaj, hát. Mire lehet jegyet nyerni? Ellie Goulding. Bodnár Attilára. Oj, de jó. Bodnár, maradj már. Ellie Goulding. Úgyhogy most összekötöm a kellemest, a hasznosra. Most nem a legfrissebb klassz slágerek közül ajánlom. Volt ilyen? Ja. Hanem az Ellie Goulding slágerei közül. Ellie Goulding. Ő tudott ki. Egyébként nagyon jó csaj. Tényleg? Nagyon jó csaj.
És angol, tehát az ugyanaz, mint a... Hát az úgy nem jön össze. A kakaónak a Dél-Amerika, tehát onnan persze indul a popzene Angliából. Nálak és... a színés látszanak, a Cuba Gooding Jr.-nak a... Hát te sója. Igen, van közük egymáshoz biztosan. Szóval van ez a Love Me Like You Do című dal, ami a Szürke 50 árnyalatának a főcímdal volt. Azt is ő énekli. Na, most már biztos meg. Na, milyen jó, hogy Google-ba keveredtél idefele, nem? Meg tudtad nézni a net. Meg. Igen, már most is zsüledém raktam. Hát igen, azért igen. Ilyen tipikus ugye, angol. Csak? Tipikus angol. Igen, fejlődő. Ilyenek a tipikus igen angolok? Igen. Akkor szép lett. Tessék, mutatom. Ez is én egy másik képet láttam. Azért, mert annyira... A legrondább hát képet. Cuba Gooding-ról. Jól van, Csabi, meghajtjuk, és az ő koncertjére lehet egyet nyerni? Így van, úgyhogy tessék nagyon figyelni. A koncertre. De ide jön Magyarországon? Itt Magyarországon, Budapesten fog koncertezni. A becsárját. Jól van. Oké, meghallgatjuk. 555-55-00. Csabi telefonszámban szeretnétek tőle dalt kérni, akkor tegyétek meg, hogy... Kértek tőle egy dalt. Hogy kértek tőle egy dalt. Na, pedig hiszen ez egy kívánság. Így van, jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! És uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsor.